Sziasztok! Sziasztok! Megjöttem. Nem hoztam argentin szurkolókat az autópályáról. Nyilván nincsenek is, hát ki az, aki Argentinának szurkolna? Teljesen megmagyarázhatatlan volna. A győztesnek szurkolni egyébként az meg kifejezetten ciki. Tehát azt szerintem... Igen, a vév előtt nem volt erős, hogy ők lesznek a győztesek nagyon. Az erősebb mellé állni, hát ez semmi. Igen. Na jó, de most itt a Newcastle-ről van szó, és a Newcastle kiválóan szerepel a bajnokságban, a második helyen áll, a minden igaz, ugye? Ugye? Igen, azt hiszem. Igen. De csak izével. Azért, mert kevesebb meccset játszott a City. Igen. De hát ezt hallgassuk el. De akkor is nagyon jól állunk a bajnokságban. A legutóbb drámai mérkőzésen győztük le a Leedset, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, 0-2-ről lett 3-2, az az FA kupában volt, tehát ott is tovább jutottunk. És mi történt a Liga kupában, azt meg mindenki tudja, hát megnyertük a Crystal Palace döntőt. Most már elmondhatjuk. Aki eddig nem nézte meg, az nézze meg ugyanúgy, de megnyertük a Liga kupát. Itt Áron írja, hogy a való életben is nagyon jól szerepel a Newcastle, de nem ennyire jó. Jó a Newcastle a valóságban is, de azért igazán nagyjá mi fogjuk tenni. Te is jön, aztán nekünk, Gergely. Örülünk mindenkinek, aki itt van. És aki később nézi is, persze. Nagyon kemény menet lesz, mert hullafáradtak a játékosaink. Azt megállapítottuk már Szabival, hogy ugye a Leicester ellen kezdünk. A logóba belelóg a fejem. Várjál, azt arrébb teszem addig, amíg mondod. Te a fejedet vagy a logót? A logót. A fejemet nem tudom arrébb tenni, sajnos az itt van a fejem, ahol van. Na. Tehát most a Leicester elleni meccs, úgyhogy hullafáradt a csapatunk, és elvileg a Leicestert le kéne győzni, mert 17. a bajnokságban. De azt mondta nekem az Szabi. Vagy Conte. Igen, hogy... A Conte faktor. Igen, hogy Conte ellen, egy ötvédő szisztéma ellen nem lesz olyan könnyű, úgyhogy nagyon kíváncsian várom. És majd a segítségeteket szeretnénk itt egyébként kérni. Itt azt hiszik, a 4-2-3-1 ellen a leggyengébbek. Majd akkor azt fogjuk játszani. Igen, kénytelenek vagyunk. És 5-2-3-at játszanak. Igen, itt van. Ami igazából egy 3-4-3-ként is leírható. És ez a gyerekhez fogalom sincs, hogy ki ez. De egy gólya. Ja, ez egy japán srác. Okay. Hát ez a japán fiú. A Doan. Japán fiú, 24 éves. Igen. És neki van izéje mostanában ilyen 8 assist, 1 gól, 8 assist. Bár a average ratingje az nem a legjobb, de hát... Jó, meg sokat játszott cserek. Bence írja, hogy miattunk kedvet kapott a futballmeccsenhez, ennek nagyon örülünk, bár százalékot nem dob a Sports Interaktív sajnos, és hogy minden meccsőt megkérdezik tőle, hogy a fontos az első gól, az a mi kedvenc kérdésünk is, főleg Viktoré. Jó, de Bence, akkor írd már le, hogy erre mi a helyes válasz, jó? Igen. Az, hogy igen. Kapjunk egy megnyugtató alapot, mert állandóan ezen gondolkodunk Szabival. Igazából két adás között is megy a cseh. Bár egyébként ennek érdekes a filozófia mögötte, nem? Mert hogyha azt mondod a csapatnak, hogy nagyon fontos az első gól, és a másik csapat lövi, akkor azzal demoralizálódik, nem? Hát igen, ez tuti. Én inkább a meccs után szeretném ezt megválaszolni mindig, nem előtte. Mikor kiderült, igen, hogy kilőtt az, igen, első gól. Így van. Na. Szia Márk, szia mindenki, aki itt vagytok szokás szerint. Nagyon sok ismerős név. Na, annyi, hogy itt egyből ugrunk a meccsbe, csak mondom, mert ugye... Ja igen, bocsánat, és amit elfejtettem. A múltkor úgy végeztünk, hogy kisorsolták az Európa Ligát, ugye? De nem vártuk meg, hogy ugye kisorsolták a következő lépcsőt is, ugye? Az ágot. Az elődöntőt is kisorsolták. Aha. Az most itt nincs itt, de az meg a Southampton Feyenoord győztesével fogunk játszani a következő körbe. Ennyi. Ezt tudjuk. Hú. Tehát van az egyik ágon, ahol a Sevilla Olympic van, meg a Brüss, ez a Brüss Hertha Berlin, az nagyon nagy. Az jó lett volna nekünk. Igen. De nem azt kaptuk, hanem a Southampton Feyenoord győztesét. Szóval jó, gondolom, de elvileg én azt mondom, mi vagyunk a legjobbak. Hát elvileg igen, papíron mi vagyunk. Ezen az ágon. Igen, papíron igen. Egyébként az egészben. A Sevillát mondanám még először. De a legtöbb volt, az Feyenoord lőtte például. Uh-huh. Mi csak 21-et lőttünk. Ja, de neki 9 meccsük volt, bocsánat, hát ők izéből jöttek, ők izéből jöttek, gondolom, selejtezőből. Jó. Szia Ati, szia Marcel. Marcel is tudott jönni időben, nincsenek ügyfelek, nincs tető, nincs semmi, jól van. Viszont elsők vagyunk formában, az Európa Ligában. Viszont csak egy meccse volt, ahol nem kaptunk gólt. Na figyelj. És az ellenfelünk 3 meccsen nem kapott gólt. Azért Bence megválaszolta. Automatikusan nyomja, tök mindegy, kirúgja az elsőt, nem hagyja meg a csapatot, legalábbis a Milán nem szokta. Hát, Gyula pedig felsorolja a
a tévében szokott elhangozni közhelyeket, hogy fontos az első gól, de a meccs 90 percig tart, bármi megtörténhet, de annak az ellenkezője is. Benne van, hogy blokkír forma, mert a labda gömbölyű. Így van, igen, és az egyetlen dolog, ami kimaradt az, hogy gólra játsszák. Ennyi. Igen, igen. Így van. Na jó, akkor játszunk egy Leicester meccset, nem? Gólra. Na nézzük meg, hogy milyen állapotban vannak a srácok. Most ugye ezután a meccs után lesz 8 nap szünet. 7 vagy 8. Tehát City. Itt most ezután City jön. Kidolgozhatják magukat a srácok. Igen. Ki tudjuk pihenni magunkat a City meccsén. Így van, Szabó Tamás pedig írja, hogy a 2-0 legveszélyesebb állás. Ezt kérdezzük meg az argentinokat erről. Az egész VB-nek 2-0 az igen, igen, igen. Miből gondolták, hogy 2-0-nál megnyerték? Én, mint argentin drukker kezdtem el nézni a meccset, és úgy néztem, megmondom, mint aki azt hitte, hogy a franciák fognak nyerni. Tehát én ha fogadó ember lennék és fogadtam volna, akkor én a franciákra fogadtam volna mellesleg. Bár nem gondoltam, hogy ilyen gyengék lesznek az elején, na mindegy. És 2-0-nál voltam a legidegesebb. Na mondom, és főleg, hogy Hajdúbi bemondta, hogy hát ennek a mesnek vége, na mondom, kész, és akkor ebből a Haraszti is írtak a Twitterre, hogy amit beírtam a közösbe, hogy mikor legutóbb ezt mondta, 11-esek lettek a holland meccsen. Hát igen, de egyáltalán nem értettem, hogy honnan merül fel, hogy ennek vége legyen. Hát 36. perc volt eleve. Hiszen ugye 2-1 volt az ausztrálok ellen 2-0-ról. Ott is Emi Martinez fogott a végén egyet. Hát a 90-valahanyadik percben, igen. Aztán ugye jött a holland meccs, ahol 2-0-ról 2-2. Igen. Tehát egyszerűen ez a 2-0 a legveszélyesebb, ez egy nagy igazság ennek a világbajnokságnak. Plusz ugye megfigyelhettük, hogy amikor kapnak egyet, akkor nagyon gyorsan kapnak a másodikat is. Az hollandok ellen is gyorsan bekapták a másodikat, Szaúd-Arábia ellen is úgy kapták, hogy bekapták az elsőt, igen, és rögtön kapták a másodikat. Hát gyakorlatilag 5 percen belül jön mindig a második gól. És a franciák is ugyanez volt. Igen. Mondjuk Emi Martinez nagyot fogott a végén, meg a bizonyoseket jó védte, de azt az Mbappé lövést én azt mondom akkor is, hogy Courtois kivédi mondjuk. Igen? Azt a kapásból a hosszúban, mert bele is ért amúgy. Még ő is. Hát lehet, mindegy, hogyha egy kicsit hosszabb akarja, akkor... És kérdezi itt Mihály Duba, hogy mi a vélemény, hogy Sommer a Bayern megy, én a Sommert jó kapusnak tartom. Igen, jó kapus. És én azt is olvastam, hogy a United is... Őt választották, és nem Livakovicsot? Hát most ez van most a izékben, a hírekben. Nem tudom. Na mindegy, én Livakovicsot választottam volna persze. Jó, hát azért, mert egyébként te, mint argentin szurkoló, különösen választhatod, hiszen Brazíliát kiejtette, az argentinokat meg hozzásegítette egy vezető gólhoz. Igen, ezért nem játszik nálam Livakovics. Azonnal tegyük be Navaszt a kapuba. Jó. Na, az van, hogy ugye a Bremer van egy kicsit meghalva, de nem vészes amúgy, de Langley ugye az kezdjen, mert ő jó állapotban. Mindenképp, igen. Trippier mehet jobbra, már jó állapotban. Bár Murphy jobb állapodóan. Hát, de Murphy viszont rosszabb. Igen, ugye? Van. Mert ennyi elővel Gél is játszhatna, mert a legjobb állapotban van. Egyáltalán nem fáradt. Szóval Kolomoani meg nem megnyert a meccset, pluszos, mert tudom, hogy kell kimondani Krisznek az hogy kell kimondani, nem úgy kell, hogy Kolomoani valami mások? Kolomoani, azt hiszem, Mühani. Hogy Mühani. Kolomoani. Ez ugye? A VB eltöntött, hogy kiérdemlőnek, hogy kivédjen a Newcastle-ben. Igen, Martinez, őt még nem igazoltuk le, úgyhogy majd jövőre. Na egyébként Messin kívül még Martinez férne be a keretünkbe, igen, a brazil, vagy az argentin. De játékban nem hiszem, hogy... De ebben meg lehető rosszabb sokkal, mint Navas, nem? Nézzünk rá. Emiliano ott van. Hol? Ott, pont ott Roberto alatt. Na, nézzük meg. Hát 3,5. Hát jó, Navas is az nekünk. Uh-huh. Érdekes, hogy Navas nem mutatja itt, de Navas is a húzunk. Nem kimagaslóan jobb, mint olyan nincs, hogy penalty killing, már ahol lehet, hogy jobb lenne. A FIFA-ban is gyenge Martinez, tessék. Kell egy kis francia tezős, és Kolomoani? Kolomoani. Egy kicsit üssen az Kolomoani. Ú, az mindig. Kolomoani. Oké. Okay. Na, most ezt már gyakoroltuk, de igen, még nem a játékosunk. Szóval Johnny szeretnéd balra, vagy Guerreirót? És mi van Birágival? Birági még fitness gondokkal. 75 percet kapott ő is. Hát szerintem legyen Guerreiro, nem? Ha már itt van velünk. Legyen, ha már 80 milliót. Igen. Ja, és kell egy középső védő, a Nianzú halálon van, Diallo van, ugye? Hát a Bremert lehetne még, vagy de... Kezdjünk Bremerre? És akkor, kezdjünk. 60 perc, és akkor cseréljük. Jó. Max. Középpálya, mi van? Hát Ward-Prose-a? Én kezdenék az izével. Ward-Prose, hát Ward-Prose most sem vissza sérülésből. Ruben Neves? De a Ruben Neves nagyon maga alatt nem baj, őt muszáj. Igen? Hát én játszottam. Renato Sanchez nem jó? Ő is van, de ki a másik? Még hozhatjuk ezért, hát Willockot, vagy Leitmont, vagy... tudom én. Hát akkor legyen Ruben Neves Sanchez, nem? Aztán a Ward-Prose bejön maximum egy picit, vagy a Nianzú. Nianzú nagyon fáradt, ő nem fog. Igen, ő nem, ő,
őt a múltkor csapágyasra futtattuk, pedig ő most nagyon jó, utolsó öt meccsén 7-4, mondjuk mindenki jó volt az utolsó öt meccsen. Saint-Maximin, nagyon ki van. Igen. Kvara. Hát ugye Rafinha jól, jó néz ki, Kvara mehet. De ki a tízesünk? Hát Musiala. Musiala. Ő jól van? Annyira jól kezdjen, aztán majd. És ki jön? Adeyemi jön előre, igen. Ah. Vagy hát, vagy Giroud, tegyük be Giroud. Vagy Everton. Evertont előre? Ő is. Hát, betehetjük. False nine akarja. Az jó, egyébként false nine az nem rossz. Ebben a taktikában nem olyan jó szerintem. Nem? Akkor legyen a Giroud. Tegyük be a Giroud, azt maximum behozzuk az Evertont. Jó. Kezdjünk vele az advanced forward-dal, aztán majd meglátjuk, hogy nagyon nem megy akkor. Jó. Jó? És akkor... Ki jön be még cserének? Hát most rányomtam Sacramento-ra, hogy ő mit mondott. Hát aztán... a virági Johnny közül elég az egyik, szerintem. Oké, okay. És kit hozzunk fel? És olyan kéne, még nincsen a Dani Alves bent. Hát őt tenném be a virági helyett. Igen, WordPress-ben van. Livakovic, hát na jó, legalább a padra leülhet. De is WordPress, így viszont a szabadokat átállítom. Mármint a szabad rúgásokat. Há? Ja, a tékköröket, igen. Csak a tékkör. Szóval... Guerreiro jó, nem? Guerreiro balról jó. Még ez a corner most, de nem baj. Corner is jó. Ötös, igen. És neves az milyen lábas? Jobb lábas. Jó. Akkor jöhet ide. Jó, a frikiknél pedig... Guerreiro igazából... Itt meg Rafinhát akarja? Jobbról. 15, az se rossz. Jó, az maradhat. Jó. A bedobásokat mind a kettő oldalon Johnny Dove úgy látszik. De emlékszel, amikor fordítva volt. Azért van így, mert mind a kettő oldalon ő volt. De most virági. Amikor átszaladgált bedobni Johnny a jobb oldalra, de miközben balról dobja, volt. Balról dobja, ne csináljuk. Na, szóval akarsz még valakit behozni? Most azzal egyébként, hogy a védőt hoztuk be. Marcel, azt nem tudtam, szögletet azt írja, hogy rúgni. A penalty killing képesség, uh-huh. Ugye, az a mentális képességből és reflexből kalkulálódik, értem? Jó, igen, jó. Jó. Vagy abból, hogyha mi játszunk, akkor kikapunk 11-esekkel. Nem, mert azért is azzal nyertük. Nem, az FA kupát azzal nyertük. Így van, így van. Úgyhogy abban nem vagyunk olyan rosszak. Figyelj, azzal, hogy a védők rúgják most a szögletet, azzal nem alakult át a szöglet variációnk, úgyhogy nem lesz hátul emberünk? Nem, hát, ja nem, itt, ah, igen, kösz. Oda vigyünk egyet hátra még, hogy ne. De ez most miért cserélted ezt, aki én nem ezzel akarom kicserélni. Ja, értem. Hogy elég, ha ketten maradnak hátul? Elég, amúgy. Ez itt, ez mindegy, nem... De nem akkor hozzuk be középre a másikat, hogy... Az a baj, hogy akkor azt megcsinálni. Ez még, ezt a mai napig nem javították ki ezt az egész szituációt itt. Uh-huh. Így maxi itt tudom csinálni. Ezt nem tud áttenni. Vagy arra így, igen. Jó. Csak így most kicserélte megint a... Aki rúgja a szabadot. Hát ez hihetetlen. Ez hülyeség ez az egész. Ez, erre annyian panaszkodnak amúgy. Na jó, hagyjuk ezt akkor. Tessék. Ajánlott itt Norbert neked brazilokat, hogy itt el lehet hozni. Hát a valóságban egyébként őket ismerem. A Vitor Rokit, ha valaki nem tudná, akkor természetesen... Na, akkor mehetünk így? Igen, hozni akarja a fél Premier League 17 éves csatár. Az Endrikit megvette 70 millióért a Real Madrid. A Chelsea most fogja bejelenteni a napokban egy 18 éves Vasco-ból érkező középpályást, az 40 millióért. Andrejnek hívják. Andrej Santos. 40 millió. 40 millió 18 éves. Az Endriki az drágább volt. Az Endriki az 70. Minél fiatalabb, annál drágább. Az Estevao nevű szintén Palmeirasos játékos, aki még csak 15 éves, azt a Paris Saint-Germain 40 millióért akarja most megvenni. 15 éves, és 3 évig még nem jöhetne el. Tehát egészen jövőre. Botrányos, ami mozzá... Jövőre terveznek. A Vitor Rokit is 40 millióért akarják Premier League csapatok. Na, mondjál nekik valamit. Na, mi legyen? Hú, nem... Ignore the recent praise. Jó. Jó hatással volt rá. Így van, így van. De jön a csoda. A csoda Make mondat. A difference. Miért ilyen jó a idegenbeli góllövési statisztikán? Beszélhetsz a taktikáról, a szisztémáról, de a kemény munka. Tudod, mindig a kemény. Meg tudja verni, és a fő ügyetre, hogy
továbbra is versenyben legyen az első helyért? Ne, nincs erről mondani valóm, igen. Maga biztos, hogy a felkészülésetekkel kapcsolatban, hogy semmilyen meglepetést nem okozhat a Leicester? Egy olyan csapat, amelyik mindig bekavarhat. Na biztassuk a játékosokat. Gyerünk! Igen, megadunk egy kis hangot a népnek. Hallgassátok a közönséget! Na, itt van a háromvédős Sziszt téma. Tényleg háromvédővel. Ez nem igaz. Fofana ott van? Ott. Az igen, milyen keresztlabda volt. Nagy Keró. Tessék! Luke ők kapták az első sárgát. Igen, ez már egy győzelem nekünk. Ez nekünk győzelem. Totális győzelem. Mi nekünk ilyenkor már három sárgánk szokott lenni a hatodik percben. Justin Luke time, Guerrero odaért. Guerrero Parades mozdulat. És most lehet menni. De mindig hárman vannak hátul, úgyhogy elég nehéz lehetsz lekontrázni őket. Kvara? Jó. Ez most ők jönnek belőle. Harvey Barnes? A Barnes múltkor nagyon sok gondot okozott. Igen, ez most is így lesz, úgy látszik. A Trippier egy kicsit szálljon rá erre a Barnes nevű gyerekre. Már kidőjük később egy kicsit, mi ez a fekete összeöltözés. Igazából gyászoljuk el papét. Kék. Kamerán fekete a Viktori. Már csak a Simons kellene rájuk. Barnes-t fogjuk már meg. A Trippier kezdjen el vele foglalkozni, mert a múltkor is ő vert meg minket. A Barneson kérlek szépen emberfogás van. Igen? Igen, és ezért van rajta tight tackling marking, is. Tackling. A De Jongon meg minden van, amit tudunk a világon csinálni. Jó, akkor... Úgyhogy ez sajnos... De az a baj, hogy tudtam, hogy ezzel a meccsen szenvedni fogunk, ezt mondtam is Viktornak az elején, mert ez az ötvédős téma. Jó, hát még csak 9 perc telt el, csak azt látom, hogy ő náluk. Az a baj, Marsz, hogy Simask helyett nekem akkor egy ilyen valami nadrág kell a fejön, nekem Simask nem elég, tehát nem férek el egy Simaskba. Vagy kettőt össze kell varni esetleg. Na jó, Szabi. Vagy van az, amit nem tudom mi a neve. Ugye nagy kötött. Hogy hívják azt, ami sál is és ízés egyszerre, Adri? Nem is az a neve. Sál-sapka, volt egy neve. Sál. Amikor csak így... Passzus. Na ez... Mondtam, hogy a Barnes! Ez mi volt? Ez mi volt ez a kapus mozdulat? De mi volt a Trippier? Vagy ki volt ott? De miért jön ki erre? Itt mit csinál a kapus? Ez nem igaz. Ez egy csapatmunka volt gyerekek hátul. Hát ezt szépen megoldották. Na jó, várj. És akkor most mi van? Semmi, csak azt... Nem, pedig izén van. Nem... Mindegy, de nem kell, hogy ki jöjjön erre. Livakovics nem jött volna ki, tudjuk, hogy nem jön ki, akármi van. Na jó, mondjunk valami, egint enkörgyeljük őket, mert ez... Hát ez nagyon gyenge. Igen. De nézd, nincsen helyzetünk, végig náluk van a labda. Nem tudom, hogy ez most a fáradtság miatt is van-e. Oké. És akkor most mi legyen? Ez kapufa volt, vagy védett a kapus? Védett a kapus. Akkor ezt Navas fogta meg, Navas javította most. Rafinha. Spori, állítsuk ki! Hát ez mi volt? Adott sárgát? Nem. Warningot kapott ilyen. Hát ez egy nagyon nagy büntetés. VB felfogásban vezet a játékvezetők. Igen. Az argentinoknak kedvező VB felfogás. Ahogy nem jár semmiért piros. Tudtam, hogy ez jön az Ilonka. Jaj, szép volt. Rafinha védekezik. Rafinha zseniális. Na, ezzel... Giroud! Lőd rá! Hol a kapu, Rafinha? Ugyanezt csinálta a VB-n. Érdekes. Élethű a játék. Nem baj, most... Jó, most legalább... Kicsit, igen, birtokoljuk a labdát, ez is valami. Legalább. Talán csinálni kéne valamit. Látod, csinálok, és egy szép döglött patkány csinálok. Na! Jó, hát... Megvan a labda? Nincs. De legalább most már bejutottunk az ellenfél 16-osán belülre kétszer. Ez nem korra meccse egyelőre. Mi legyen? Mit csináljunk? Most már ezt megvárom. Amíg a Barnes belövi a másodikat? Csak nem. Így Leicester, 17. helyezett. Tessék! Olyan pár srác kihagyta. Itt írja Marcel, hogy az tiszteltemre eszik egy kis mákos gubát. Vaníliás odóval. Közvetlenül. Köszönöm, megtisztelsz. Köszönöm. Jó. Target forward support. Kicsit változtatunk itt a dolgokon. Befele viszed? Őket igen.
és feljöjjön Trippier? Vagy a, az egyik oldal. Vagy lesz, a Guerreiro jöjjön fel. Inkább ezt a Doant hagyom egyedül, mint a Barnes-t. Ja. De akkor én Sisztrak nem defendre. Jó. Csak hogy ő mindenképpen maradjon. És jó. Akkor azt csináljuk, hogy balon overlepelünk csak. Jó. Meg egy bonus expressziót adunk nekik hátra. Mert ez valamit csinálni kell, már nagyon gyengék most. Most nem mondhatjuk, hogy a mindent kihagyunk. Hát, és hát nem az XG ellenére vezet az ellenfél, hanem pont azért, mert több helyzetet alakít ki. Uh-huh. Mindenhova haladnak odaérnek. Minden labda az övék. Igen. Lehet, hogy itt nekünk is a három védőt kellett volna választani. Nincs is három középső védő, ha nem fáradt. Az mondjuk igaz. Mondjuk a Burn azon. Olyan igat. De nézd meg, nem tudjuk megtartani a labdát egy pillanatig se, a felező vonalig nem jutunk el. A 17. helyezett ellen. Lassítsunk a lejátszáson, azt írják nekünk, hogy lássuk a hibákat. Második főrőt úgy közdjük meg most már ezt. De bele kell nyúlni a szünetbe. Hát most azt csináljuk, hogy hát a Kvara meg a Zsirú 6-4-et játszik, ezt tudja, ennyit tudok mondani. Guerreiro meg 6-3-at. Az kb. A legrosszabb, amit ideges mindenki, anxious mindenki. Nyugtassuk meg őket valahogy. Van valami calm down. Mondjuk én azt mondanám, hogy match better second half-ot akarok látni. Hát jó, de... Mindenki nyugodjon le, megbeszéltük, hogy az első gól nem és fontos. Ez lehet, hogy levesszük a nyomást róluk? Hát, ha idegesek? Ha ezt akarod, megnézhetjük. Próbáljuk meg. Hát legalább pár játékosa jól hatott. Jó, taktika. Na most át kell gondolni. Csinálhatjuk azt, hogy megpróbálunk három védővel. És akkor a szélsőinket feljebb toljuk. Tehát a szélső védők akkor hát támadók lehetnek szinte. Figyelj, nem kell... Most a Musiala... Hát ő kimegy balra, Max, ugye? Vagy, igen, az is lehet, vagy, vagy a középpályára jön. És akkor a Ruben Neves helyére, mert a Neves az nem fogja végigbírni a meccset. És a Kvara helyére hozunk egy védőt. A Neves helyére. Vagyis a Neves helyére hozunk egy védőt. Diallo az, aki van, ugye? És akkor Ibrevernek végig kell, hogy játssza a meccset viszont. Hát vagy majd még, ha ez nem jön be ez a felállás, akkor változtatunk még egyszer, akkor majd egy vagy között... játsszuk a 4-1-2-2-1-et. De az a baj, itt írja Dávid is, hogy a három center midfieldre váltanak. Az a bajom azzal most, megmondom őszintén, hogy a három... Hogy akkor végképp elveszünk a három védő között, mert igen. Ugye... Ebben a taktikában legalább, nem ebben a taktikában az előzőben, legalább van egy támadó középpályásunk. Igen, Musiala nagyon fáradt, igen, hát ez van. Musiala ha Livakovic játszva 0-1 lenne, mert védett volna és rúgott volna rögtön egy gólt. Igen, igen, Bence, valószínű. De a Nevessel mi van? A Neves is fáradt? Mennyire fáradt? Ő is, de nem meg még, most megint az van, nem, hogy nagyon gyorsan belenyúlunk itt a dolgokba. Na jó, de valamit a szünetben csinálnunk kell. Tehát ez így nem mehet tovább. Hát igazából XG-ben azt meg várja. Mindenben jobbak. Szélesebbre vegyem őket? Mert ugye a széleken nagyon szivatnak minket a Doan. Hát azt megpróbálhatjuk. És ezzel megpróbáljuk őket beszorítani középre, ez ugye az a taktika. Vagy azt is csinálhatjuk, hogy felnyomjuk őket max fel és offside trapper. Próbáljuk offside trapper és nyomjuk előre. Mind a kettő legyen? Mind a kettő, igen. Igen, ezt próbáljuk meg szerintem, és állítsuk attackingre, és ezt kipróbáljuk 10 percre, vagy 15-re. Aztán, hogyha nem, akkor és maradunk ezzel? Igen, ha nem, akkor meg felállást váltunk. Nézzük akkor a meccset egy kicsit. Igen. Mondom, az enyhörizset az szokott. Igen. És Musiálát majd le kell cseréljük amúgy tényleg, mert... Még nem, de nehogy megsérüljön nekem, mert akkor végem van. Meg nekünk is. Hát igen, akkor a csapatnak is az a baj, Szabi. Nem az, hogy te most tudsz hopp, az jó becsúsz. Ójjaj! És mindenki megsérült? Kvara, igen.
de csak ilyen félig tudod. Pedig most épp boldog. Nagyon jó hír. Boldogan sérült meg. Igen, igen. Ez is valami, kérem. Jöhet Lightman, így van. Hát előbb-utóbb. Kvaratskhelia sérül. A háttérben kutya rohangálás hallottok, az egy kutya. Igen. Na, jussunk el beadásig. Legalább, igen, az nem volt rossz. Csak dobás. Kvara meddig bírja ebben a felfogásban, úgyhogy sérülten nyökög ott a pályán. Még a 60-dikig bírja. Áááá! Mondjuk ezt nem várhatjuk, hogy Schmeichel kezéből kifejelje Rafinha. Igen, az egy magas... Nehéz, ez egy nagy elvárás. Az szép volt. Ez nem volt szép. Meg kell hozni Evertont, csak nem tudom, hogy ki helyett. Kvara. Sérült úgy. Hát a Musiala meg meghal. Ward-Prowse-be kell hozni középre és feltűnik Sanchez. De nézd meg! Egyébként nem lehet azt mondani, hogy nem működne a taktika. Tehát nem jönnek át a felezőn. És az, hogy... Egyelőre a labda kihozatal is működött itt még viszonylag. Zsúj jobban azért. Visszalépek és osztogatok szerepbe még mindig. Valahogy azt a taktikát kell megfejtenünk majd egyszer, amikor ő is pályán lehet egyszer, és a lejjem is csatárba. 4-4-2 szerű, igen. Megint visszaszereztük a labdát. Jósít csak rajta? Nem, jó szerintem. Nézzük még egy picit, mert hát ha rájövünk valamire. Musiala már bőrén veszi a levegőt, igen. Igen. Na? Sanchez. De mindet kifejelnek. Hát igen, ez a három belső védő, mind a három... Most rájönnek, hogy ez az ellenszerünk, a taktikánknak az ellenszere. Na. De úgy meg nem, mert most megint mi vagyunk a dominánsabbak, úgymond. Abszolút. Hol érzik a közönség? Azért, mert a Szöjüncű hátul passzolgat. Az a baj, most már nem erről van szó. Nem kéne odalépni? Kylo dobálja a gumicsontot. Kylo kidobta azért a csörgőt a kisájból, vagy hogy mondják? És hogyha ugyanebben beleteszünk frissebb játékosokat, akkor vajon jobban fog működni? A szép. Na, itt csak ki van középen? Itt a 80 milliós igazolás. Ó, ez szép támadás volt. Breathtaking volt Guerreiro-tól. Na, bal oldalon most jók vagyunk. Igen, ott megy a játék. Ott is akarunk játszani, az volt ugye. Igen. Már az volt ugye, hogy a Barnes ne hagyjuk egyedül. Igen. Basztus. Guerreiro szedje össze magát. Legalább 5 fontot töleszten az éjjéből, igazolási díjából. Hát most gyönyörűen lépett ki, és nem rajta múlott, hogy a Musiala nem talált el a kaput. Igen. Kvaratskheliát le kell hozni. Be kell hoznunk az Evertont. Na, ez jó. Ez rögtön, jó Trippier. Rögtön megy a Barnes-nak a labda. Trippier. Jó, itt volt a Trippier. Szóval szerintem nem rossz, ahogy játszunk most. Te jobbak vagyunk, mint a Leicester. Ebben a szakaszban. Legalább vagy jobbak vagyunk, mint az első félidőben legalábbis. Hát annál biztos. Hát a Kvarát le kell hozni. Már nem tudott a labda felé sem menni. Ezután ehhez tudom hozni. Zsirú. Majdnem. Jaj, gyerekek. Szép. Na jó, úgyhogy akarát. Le kell Everton vinni mindenképpen. Megy, Everton. Everton bemegy. Én meg azt csinálnám, hogy Ward-Prowse-ba hozzuk Musiala helyett, hogyha majd le akarjuk vinni Musialát, és előre visszük Sanchez-t. És tudunk, hogy máshogy tudunk csinálni. Hát akkor nem csináljuk meg most? Csináljuk. Egy cserénk maradt. Így. Viszont akkor... Volt Prost visszateszed? Persze. Ő legyen az első mindenhol? Hát igen? Szabad rúgásban igen. Az mindenképp megszakadt be is amúgy. Látsz más 20-as adva? Hát a Gabigol nincs itt sajnos. Aki a 11-est 20-szal lövi. Zsiru egyszer-kétszer jól osztotta vissza, de mindjárt megvárjuk még. Igen, ő jól osztja vissza, csak nem ér oda a kapu elé. Megjósítjuk, hogy legyenek a cserék. Nézni akarod meg egy kicsit? Igen, igen, nézzük szerintem. Ha így haladunk, akkor egymás lesz per műsor.
Tehát megint jött a beadás, csak egyszerűen nem érünk oda a beadásra. Gyere Morfózi, így van, az nagyon szép. Te most jöttél be, úgyhogy nincs kifogás. Sporing. És nem igaz, hát ezeket hagyja. Az egész VB-s ilyen volt. Fogadta a Anglés Meichelnek. Morfózi, ja, ezért volt szabad. Ja, őrült, ja, semmi. Na, mit keresi a hátul Morfózi, de őrült a szabadot, úgyhogy ő adta fel, és Meichelnek, nem Langley. Hát ez az. Hát ez az. Látod? Ez nagyon rossz mélységi labda volt. Kék férjek nem kapnak lapot. Igen, ez mire volt a száron, nem értem. Igen, ez így megy. Lehet valamilyen titkos pont a szabálytalanságokról szóló paragrafusokban. Kék-fehérben nem számít a ja, font. Hát megpróbáljuk amúgy itt, amit Marcel ír, hogy visszakjuk Advanced Forward Regime-ot, de abba sem volt sokkal jobb. Megpróbáljuk. Akkor inkább hozzuk be majd a rejemit, aztán majd lesz valami. Igazából kire kell még cserénk? Hát... Ruben Neves. Én ott a pályán, őt nem tudjuk. Őt, Bremer nem fáradt el. Bremer nem. Nem, mert nem védekezünk. Amikor kellett volna, akkor... Akkor meg nem védekeztünk. Igen. Jó, hát az egy Trippier navas összjátékból volt. Hát az nem igaz. Konkrétan az sokkal nagyobb helyzet volt utána a Barnes, amit kifogott a navas. Vagy navasz. Navasz. Neves, navasz. Navas, avas. Jó, legalább jön egy szöglet. Mi a workpools van ott? Én nem a... Mindegy. Mélységbe bemozgott. Be. Box to box midfielder. De nem tudjuk elfelelni. De hátul is, elül is. De... Nagyon erősek a levegőben egyébként. Csúlmenétől elnézte, eleste ezt. Szóval De Jong is nagyon jó a levegőben. A Barnes is megszokott minket verni a levegőben. Van három belső védőjük. Oké, ezt viszont megszerezzük. Így van. Warfuz nem tud rossz paszt adni. Így van. Gyere, Eru. Everton. Az nagyon jó. Basszus! Na figyelj, most már nekünk több a helyzetünk. Mi gyorsítsunk rajta, nem? Aztán igen. Tehát több a helyzetünk. Most már igen. Ez volt az első kaput eltaláló egyébként. Bremer, tessék. James Justin megsérült. Ő volt, aki elgyúrult a karát amúgy. Uh-huh. Figyelj, ne álljunk át nagyon támadóra majd, hogyha ennek a szögletnek vége, vagy az korai? Nem Luke De Jong van az ellenfélnél. Csak kérdezi, melyik De Jong az. Aki mindent elfejel. Remélem nem Frankie De Jong az, akit 9-esnek használnak. Hát meg aki nem, mindent elfejel. Gól! Sanchez! Zsiru assist. Tessék, jól lépett tessék, vissza, Marcelin ez tök jó volt. Tessék, Marcelin igazából, tessék. Átöntik az formáját a Zsirut, és egyből assistot adott, tessék. Neves, Bremer. Langley, Szabó Tamás, egyet, maximális egyet értek ezzel a kommenttel. Warpros, a Wardinho, hogy bele jobban néz ki a csapatra, persze. Tű a motor középen, meg neves. Hát neves, eleve a második fél időben nagyon jól néz ki a csapat. Jobban néz ki a csapat. Na, most van egy döntés szituációnk, még van egy cserénk. Hogy rá akarunk menni a győzelemre? Én a Rafinha helyett hoznám a Dejemit. És oda, ott hagynánk a szélem. Igen. Hát fiatal. Már csak azért, mert Rafinha jó ilyen, de izén van. Nagyon kész. Ahogy anyukám mondaná, ezért használhatom, csöcsön van. Csöcsön van. És neves is csöcsön van. Jó, de őt nem tudjuk helyettesíteni. Jó, nézzük még a lehetőséget. Különbség van. Na, tehát... Jó, én a Dani Alvest hoznám. Vagy van egy Leitmanunk. Az ingolstadti targoncás fiú. És akkor Neves levihetjük, és Sanchez visszajön középre. Kibírja a csapatunk ezt, hogy nincs Ruben Neves a pályának, aki osztogat? Kibírjuk Ward-Prozzal az osztogatást, és Sanchez... Szerintem kibírjuk. Osz. Szerintem hozzuk be a Leitmant. Bokor 16 éves, és még az U21-ben van. Szerintem hozzuk be Leitmant. A Leitmant legyen? Leitmant hozzuk be. És akkor Neves helyett, ugye? Igen, igen. És Sanchez legyen a Deep Line Playmaker, vagy Ward-Proz? Ward-Proz. Jó, mert a Sanchez mind a kettőben a kettős fél csillagos, csak úgyhogy mindegy melyiket adjuk. Ward-Proznak legalább 4-es. 4-es. Jó. Azért az nem rossz. Na. Jó, hát akkor itt van a világszeme a Leitmanon. Gyerünk, Leitman! Rafinha meg lesen van. Most már ne sérüljön meg sem. De hátulról kezdünk. Leitman. Felvette a labdát Leitman a saját 16-osnál. Mint Messi. Amikor nem kap labdát. Az a baj, hogy... Kapu előtt. Az ellenfélnél a labda most már. Ezt most megszerezzük. Becsapdázzuk őket itt. Jó lenne, hogyha nem ők kerülnének. Nézd meg Zsiru, milyen fegyelmezetten védekezik. Hát a Zsiru fantasztikus. Tényleg szerettem. Az életben is.
Bremer. Leitmann? Az jó! Na most Zsirú! Most mondtam, hogy szeretlek! Mekkorát védett, Michael? Mekkorát védett? Nekünk volt zicserünk. Mekkorát védett? Na, Langlé, egy könnyű gólt, könnyű rögt. Na, Sölyöncű. Sölyöncű kifejezőjön. Nagyon jól fejelnek. Sajnos. Az... Volt próz! Elaludtunk, oké. Okay. Gordinho. Gordinho. Gordinho brazilosan elaludtotta ezeket. Most már vezetünk XG-ben. Ja, azt hittem, valamit akarsz csinálni. Nem. A középpályunk amúgy nekik is halott, most azért, most már nekünk jobb a középpályunk. Viszont egy a... veri attackingre ne álljunk át? Jobb az egy pont, mint a nulla? Nem sokkal több az egy pont. Szerintem de morálnak jobb az egy pont, mint a nulla. De rá kell mennünk a háromra. Nem? Srácok. Ugye, hogy három pont? Biztos, hogy benne. Amikor valamelyik City meccsen behozták a cserekapus csatárnak. Az melyik meccs volt? Én nem emlékszem. Akarsz valamit is csinálni, vagy hagyjuk így? Hagyjuk így. Szerintem teljesen jók vagyunk most. Ja. Itt a második Zsirú, fél időben jók ez vagyunk. Az első meccs, hogy Zsirú végigjátszik szerintem, ami az, hogy itt van nálunk. Na, várjál. Most mi jön? Most már a very attackingben. Jó, az nekünk jó. A Bremer hihetetlen. Nagyon jó, Zsirú. Nagyon jó. Így van, tartsd meg. Ez szörnyű. Igen, ez de addig jó volt. Igen, majdnem jó volt valamire. Griezmann kereste ez az átadással, mint a VB döntő. Ndidi? Most ezt le kellett volna fejelni. Tök üres a szél. És középen is üres, és a Barnes nem igaz. Szép. Jaj. Very attacking. A Barnes mit hagyott ki? Hála Istennek, hogy kihagyta. Megint ők jönnek. Lehet, visszavegyünk a very attackingból? Na, most már. Vagy minden. Most már ez lemegy, ez most már lemegy, akár lesz itt. Hát ez a támadás lemegy. Igen, igen. No, de hát ebből még... Nem baj. Igen, megint a Barnes. Cliff Barnes. De ez nem Cliff létezik Barnes. Ez a csávó, nem szép tud futballozni ennyire. Külmannal előre, senkinek, Ndidinek. És most mikor lesz ebből valami? Hagyjuk már ezt. Spori, az kín volt, mint a japánoknál. Na, Zsirú már... Vegyünk vissza a very attackingből. Csak attackingre, vagy pozitívra? Pozitívra. Gondoltam, igen. Most tehát olvasok a gondolat, hogy... Ez most nagyon csúnyán mutat az előző néhány perc. Jó. És supportra vissza? Igen, ezt meg kiveszem. Disziplinnek kell lenni? Nem, azért csak, azt nem. Csak legyenek... ne vállalják túl magukat most. Lehet, de figyelj, ez a Barnes... Lehet, hogy rakhatjuk is vissza. De ez a Barnes annyira jó játékos, na, hogy ellenünk mindig ő a legjobb. Hát a való életben a Leicesternél a legjobb játékos az Madison. Hát igen. Na, itt a kontránk. Szegény Rafinha már izével van. Kis motorral se... Oh. Igen, Marcel, igen. De amikor már mindegy, akkor tudod a kitchen sink-et is neki kell verni, hogy mondják na. Az angolok. Kikapott yellow cardot már megint maybe. Nem, az Ndidi. Ndidi! Gyerekek! Szétfutnak mi? Az jó. Á, Gereiro. Nem. Gereiro, azért fizettünk ennyit. Ezért a megoldásért. Zsirú, figyelj, már nem oda megy a labda. Oké, okay, mindegy. Hagyjuk, mindegy, jó van. Van egy asszisztot, úgyhogy nincs gond. Na jó, hát azért volt egy zicser, amit ha belül, akkor megvan a három pont. Ja, ez nem igaz. Ezen az oldalon... Állandó bajban vagyunk. Barnes. Ez mi volt? Úristen, lepergett előttem az életem, fiú. Ez, a Langlét így lefejelte? Ihen a csó, igen. Na jó, legyen tök most. Szerintem akkor most már ennek legyen vége. Tök üresen volt ott egy ember középen. Oké, én... Húznád az időt? Hát ripozod? Nem tudom, valamit csinálni kell. Hát de most már egy perc van hátra. Nem baj. Jó, akkor jó. Csináld így. Legyünk hátul így. Akkor állítsuk át. Jó. A pozitív az maradhat, csak nem valami jó ez a... Félsz. Hát igen. Nem akarok kikapni most már. Nagyon rajtunk vannak. Ezen nem. a meccsen ez a döntetlen is csoda szerintem, ahogy kinézettem ez a mai csapat nekünk. Jó, fújjuk le! Spori! 17 perc hosszabbítás, állítólag. Hát igen, az... Miért? Rosszul állnak az argentinok? Másodszor nem volt annyi hosszabbításnak az argentinok.
Szép, ah, jaj, az nem szép, az szép. Fú. Jó, le lehet fújni, nem kell már. Rúgjátok előre. Hát ez nem igaz. Ez mi volt? Jó. Jó. Győzelemmel felhírődöttetlen. Ez milyen meccs volt? Várjál, még megy. Ja, azt hittem lefújta. Jeles volt. Még ne fújd le. Oké. Okay. Pierce hozta be David James 2005-ben csatárnak a Middlesbrough elleni meccsen, mert kellett neki egy gól az óvfőkop, és az... Ah, szereplés az. Oké. Okay. Jó, hát akkor... 2005-ben. Figyelj, a David Jamesnek a magassága meg volt hozzá végül is. One of those days. Nem, én azt mondom, nem voltunk elég jók. Igen? És fejlődnünk kell? Igen. Jó, legyen az. Ettől mindenki motivált, kivétel Kvara. Ki ideges. Meg Johnny a padon. Igen. Johnny a padon ideges. Figyelj, ez egy nagyon fontos egy pont volt, én azt mondom, hogy jövőre nézve. Fú! Egy ilyen rossz meccsen is kihoztunk egy döntetlen. Mennyire sérült meg Kvara? 1-3 nap. Jó. Hogy nézzek már meg valamit, ez competitions. Egy pontra vagyunk a Liverpooltól így is amúgy. A City viszont plusz 4 pontban van, ugye? Hát igen. De gyakorlatilag... Tehát ők plusz 4. De várjál! Veszett pont a tekintetére plusz 4-en van. Jó. A United pedig, ha nyerik a meccsüket, akkor 8 pontra vannak tőlünk. Az a negyedik. És az ötödik az pedig 9-re. Igen. Jó. Az nem rossz. Kivel játszik a United? Evertonnal idegenben. 21 nap múlva. Jó, nehéz sors. Jó, nehéz izék van, nem? Jó Unitednek lenni, akiknek nincsen nézik, hova vetsük, ilyenek. De most, ugye a schedule-t, ha megnézzük, akkor van itt most egy kis pihenőnk. Most van 7 napunk. Igen, és utána pedig van rengeteg időnk. 12 nap. A válogatott szünet van. Alex írja, hogy sikerült először itt lenni időben. Üdvözlünk, Alex! Az összes részt csak utólag láttam, nem baj, nézd meg, dub többször is, nem csak vicceltem. Minden ismerésem tapintotta a fogalmat, az utolérhetetlenek vagytok. Hát azt nem mondanám azért, de köszönjük szépen, és azt is, hogy, vagyis azt nem köszönjük, de örülünk, hogy augusztus óta is játszik a játékkal. Igen, így nem lesz 100 pontos bajnoki cím. Hány meccs van hátra? Nem lesz 100 pontos bajnoki cím. Hát erről nem is 12 beszéltünk. 12 meccs van, 36 pont. Még meg lehet. Még meg lehet. Én nem, nincs 12 meccs, 10 meccs van. 10 meccs van? 10 meccs van, 95 pont. Akkor pont nem lehet. A matek az mindig is az erőségem volt. Jó. Tudom, hallatszik-e. Na figyeljetek, tehát most nem kell spórolni. Én most nem adnék extra izét nekik. Mit? Extra edzést? Igen? Taktikai itt se? Taktikait ott tudunk egy kicsit. Nyert a United. Chelsea megverte a Liverpoolt. Igen, azért vagyunk egy pontra tőlük. Uh-huh. Sőt, nem, mi? Igen, ez a City? City erre állt. Azért mondom, mert mi voltunk itt az előbb. Jó. Alex Németországból szurkol nekünk. Köszönjük szépen. Szia, Alex. Everton 3-2. Azért hol van Arzenál, mert ők vannak az, amíg itt a hatodik helyen. Hát 2-1-re nyertek a Southampton ellen. Southamptont kiheréltük, mert elhoztuk fülük a Wolverhampton-t. Igen, azóta sehol nincsenek. Mi nem volt meccs utáni interjú? Elnyomtam volna? Nem nyomtam volna. Biztos? Biztos. Hogy alapból elnyomtam, hogy küldöm azért? Már nem is figyeltem. Hát ahogy máskor szoktál játszani, úgy játszottál, nem? Nem. Nincsen sajtáj. Azt mondták, hogy döntetlen után nincs. Csak azt azért nem rajtam. Tudjuk, mert olyan ritkán játszunk. Megkönnyörült rajtam a játék. Na, itt a City meccs, de ide rakhatunk valamit. Hát valami... De mit játszunk a City ellen? Melyiket? 4-1-2-2-1, ugye? Hát nem. Vagy mit játszunk a City ellen, gyerekek? Ti mit játszanátok? Én a 4-1-2-2-1-et játszom. Csak ugye ez a taktikával megmondom, hogy az a bajom, ami nem tetszik benne már most így, hogy ez a keretünk, hogy a Musiala-nak nincs igazából helye. Vagyis az a helye van, hogy itt az van, hát a playmaker, vagy bal szélen tud játszani. Igen. De maga ez a felállás, hogy két inside forward, az advanced forward-dől, és hogy van egy advanced playmakerünk és egy box-to-box-tunk, az azon tetszik. És nagyon 7-2-0. 7-2. és a tizedik mezőnyjátékos az hol van? De azért az a hármas az nagyon erős nálunk ott középen, tehát az mellette szól, hogy az a Niazu, Ruben Neves, Ward Prowse trió az elég erős. 5-5-0-et ajánlám, ez az mindenki szereti ezeket a... Nem, mi azért annyira nem fogunk bekelni. Tehát lehet ez a City... Persze, a Niazu, Neves, Ward Prowse az itt nagyon, nagyon erős. Igen, igen. És mögöttük Bremer Langley, ez egy védekezés szempontjából is szolid téma. Csak ugye a Musiala balszélső, de amit nem azt mondom, hogy balszélsőnek van kényszerítve, mert ott is szeret játszani, csak
Jobban szeretem, hogyha középen van, közel van a kapuhoz, minden. Nem? Ebben a rendszerben az a nehéz, hogy a Musiala és a Saint-Maximin nem nagyon tud együtt játszani. Ebben nem, és kíváncsi, mit mond erre, hogy mi a legjobb kezdőnk ebben a 11-ben. Nézzük meg. Azt mondja, mi? Azt mondja. Igen. Musi baloldalt. És érdekes, hogy a Guerreiro nem rakja be, mert hogyha ez itt attacking lenne, vagy wingback, akkor a Guerreirót rakná ide. Igen, igen, igen. De Johnny játszott amúgy már rég játszott. De nézd, a Musiala is 4-es, a Ward-Prowse is 4-es, és a Bremer is 4-es. Igen, ezért meg 3-es fős. Ruben Neves. Alakul. A Johnny a gyenge, a kettős. Van egy jó kérdés itt neked, Viktor, amit megválaszolsz Miklóstól, hogy te mit gondolsz az óceáni futballról, amíg erre válaszolsz? Annyit, hogy egy csomó helyen ott, hogyha nagyot rúgnak, beleesik a vízbe a labda. Olyan kicsi Balunc. Szigetek. Hát Tahiti. Én amúgy, én azt a pontot akartam mondani, én ezen a pontot gondolkodtam a fejemben, csak nem tudtam összerakni, amikor írt, hogy óceáni futball, hogy azt tudom róla, hogy ott volt, oda érkezett Kane labdája, miután kirúgta a stadionból. Igen, igen, igen. Ott azért vicces meccsek szoktak lenni, ugye amerikai Samoa volt, amelyik a valaha volt legnagyobb vereséget szenvedte el. Nem volt bunda. Tét meccsen, tényleg nem volt bunda. Nem. Ausztráliától, ami 32 vagy 28, világbajnok is elejtező. És hogy, csak így álltak egy helybe, vagy mi? Na de most azt tudni kell, hogy amerikai Samoának gyakorlatilag nincsen lakossága. Ja. Tehát van egy amerikai katonai bázis ott, és alig vannak lakói. És akkor mellette... 55.103. Igen, igen. Egy gyöngyös gyakorlatilag. Pago. Két gyöngyös. Na jó, de abból az 55.000-ből a nagy része amerikai katona, aki nem játszik az amerikai szamói válogatottban. És, plusz a többi része pedig azok az iparágok, amik az amerikai hadseregre épülnek rá, ugye? Igen, és úgy kaptak ki, hogy ráadásul a legjobb játékosok nem tudtak elmenni, mert éppen egyetemi vizsgaidőszak volt, és azokat nem engedték el. És nagyon és ki játszott? A szüleik? Hát az, vagy 32 volt valami adtak? 16 éves fiú volt a kapus talán. 16 éves? Azt viszi, rá 50 millió, 70 millió, hogy ez. Hát ha jó. De na, egyébként a City szegény... meccs után is van pihenünk valamennyi, mert válogatott szünet van. Uh-huh. Azt mondja a Furbolgyi, hogy akkor csak 25-0 lett volna, ha a legjobb csapat találnak ki. Igen? És a Chelsea után pedig jön a Sociedad. Real. Mert a címben a Real az Real a Sociedad. Az a Real Sociedad. Igen. Bocsánat, becsapós volt igen, a cím. Igen. Viktor clickbaitezett egyet. De ti úgyis tudjátok, hogy Real Sociedad az úgy mindegy. Hát igen, aki nézi a műsort, az tudja. Szóval itt is, szóval a City meccsre mehetünk full legjobb csapattal. Úgy is megyünk. Azért mondom. Ezt gyakoroljuk. Mert ezzel gondolkodtam, hogy beáldozzuk a FA kupát, mivel már úgyis megnyertük. Szerintem nem kell. Így nem. Hova kattingotok már megint? Csak át akarom rakni a 4-1-2-2 presszre. Igen, igen, igen. Na, no. Injury update. Mikor térnek vissza az a Gabi meg ilyenek? 4-9 nap. Bremer már tréningezik, ez már játszott is, ugye. Ő is tréning, edzésben van. Hát a Gabi az a Chelsea ellen játszhat. Igen. Itt a City ellen még nem valószínű. Ez a sprain knee ligament, ez egy hosszú. Igen, igen. Ez veszélyes. Ráadásul. Nekem volt olyanom. Igen? De az fáj, nem? Nem gondolnád, mert olyan sportos testalkot. De az fáj. Hát, mint az állat. Az nem az a kis egyszerű. Nem, nekem olyan volt, hogy kinn is maradt a térdkalácstól. És bevittek a kórházba. Ez egy vicces történet. Jaj. Utólag már. Akkor nem tartottam ilyen viccesnek. Hát igen. Bevittek a kórházba, és na! Bruce Tight. Elefánt puszit kapott. Végre van értem, hogy itt van. Ez nem, ez Renato Sanchez. Injured by Dani Alves. Ja. Azt nem is figyeltem. Valószínűleg nem egyezett a zenei ízlésük. Igen, igen. És Dani Alves bosszút állt. Vagy valami mondta neki portugálul, mert nem tetszett neki. Na, és bevittek a kórházba, és akkor ott ültem a ilyen tolószékbe, és bevittük az orvoshoz, és rám nézett az orvosi, ránézett érdemre, azt mondja, van valami a szádban, nincs, és így visszalátott egyből. Nem is várt egy pillanatot, csak én mondom, van valami a szádban, nincs, és így, én meg így annyira, és így tudod, arra sem volt időt, hogy fájjon. Ja, te azon gondolkodta, hogy miért fontos, igen, ez, miért, hogy van-e valami szádban. Hogy jön ez ide, nem látja a térdemet? Mi ez a hülye kérdés, hogy van valami a számban? Gondolom, ne nyeljen félre amúgy. Persze, persze. Már azóta rájöttem, mióta idősebb lettem. Na, Divakocsit megdicsérjük, mert jó védett. Jó. Bár nem ő védett. Ne csináltál volna a hülyeséget az argentinok ellen. Fiam. Ja. És kaptam egy ilyen egész lábos ilyen sínbigyót, amit le lehet venni. És akkor mondtam az orvosnak, hogy mondom, nagyon jó, mondom, a robotzsonok is ilyen van. De jó volt, mert akkoriban... Ez olyan régen volt a chat, meg akik nézik a műsort, hogy még akkor PlayStation 1-en játszottam. Ne! Most a PlayStation 5-nél tartunk, ugye?
És akkor így volt egy hetecském, amikor így nem kellett iskolába menni, és akkor PlayStation-t vettem otthon, szóval annyira nem bántam igazából. Na meg akarom most akkor pontosan nézni. 31-0 lett ez a meccs. Akkor elmondom, hogy nem jól emlékeztem a 32-vel. 31-0, 2001. április 11-e, ez a futballtörténelem legnagyobb különbségű mérkőzése, tétmérkőzése válogatott szinten. Ha valakit érdekel, akkor fel tud menni és meg tudja nézni ennek az eseménynek a legfontosabb pillanatait. A 2002-es VB-re lehetett selejtezni. 13 gólt szerzett Archie Thompson, ez ugye rekord egy mérkőzésen. Archie Thompson. Hogyan nem igazolt a United, vagy valami ilyesmi? Na hát ennyit tudok akkor arról a... Na, az és közben a Körbocsi kérdezi, hogy hogyha csak két fej vagyunk, mert máshol át lett rendezve a stúdió. Igen? Ami a nappali. Aha. És azért máshogy van a kamera, majd legközelebb rátállítom, máshogy legyen. Igen, de miért? Nem mert annyi, hogy nem kicsit följebb van hajtva a kamera, mint volt. Jó. Mert nem voltam benne biztos, hogy a 3000 millió dolláros green screenünk, amit van hátunk mögött, az is működni fog. Melyik óceániai csapatot várod a következő VB-re? Én amerikai Szamoát. Jó lenne látni őket. Na, de itt van, tessék, 48 csapatos, hú, itt a kedvenc részed. Új-Zéland legyen ott. Végre beszélgethetsz a izével, a presszel. Jaj. Legutóbb kikatodok a City ellen. Hogyan, milyen hatásra lesz ez a csapatra? Pozitív reakciót várok. Jó, ott Alex közben. Ha szabad nekem megjegyeznem, Liverpool, City és United mindig mús, így van, állj be a sorba Alex, nekünk is. Eredményt úgy tudtam elérni, hogy a váltogatom a felállás 4-2-3 és 4-1-5 között, lebontva 4-1-2-3, 4-1-3-2, aha, jó. A 4-1-3-2-vel nekem az a bajom, hogy nekünk nagyon jó szélsőink vannak. Bár ja, úgy jön a kettőt, hogy 4-1-4-1, nem, az nem úgy, nem lehet úgy. Azt, hogy magunkban hiszünk, az egy fél győzelem. Hagyjál már. Azt az a valójuk, hogy nem játszunk elég direkt futbolt. De miért nem? Hát most például le fogjuk támadni őket. Mert nem direkt futbolt játszunk, hanem kihozzuk jó, a védelemből. Hát nem azt játszuk, hogy egyből fussa zsirú! És akkor hát jó, de ezt nem azért játszuk a Hollandia az utolsó 5 percben Argentina ellen játékot játszunk. Vagy amit az Everton játszott a... Hozzuk be Weghorstot. Weghorstot. Igen. Uh-huh. Nagyon, ebben igazuk van amúgy. Nagyon, nagyon fizikálisak vagyunk. Az igaz? Nem mondjunk olyanok. Ridiculous. Én azt mondom. Igen? Nem mondjanak már. Ez vicc? Azonnak. Ez vicc? Ez a Maradona válasz volt. Nem, igen. A nevetséges, a felvetés is, igen, hogy azok vagyunk. Hát egyébként a Maradona ezt válaszolta volna. Most itt elengedtem egy poént most. Igen. De én kezdtem volna ezt, hogy mi volt a kérdés? Igen, Maradona, ugye ott voltam olyan sajtótájékoztatón a 2010-es VB-n, ahol ugye az argentinoknak volt a szövkapja, ahol rágyújtott... Egy szobában voltál Maradonával? Kézültársira? Hát ott volt, nem emlékszel, hogy volt... És nem csináltál vele fényképet? Rágyújtott szivarra a sajtótájékoztató. Ez rágalom, nem volt. De edzés is volt, news, szivarozott. Fake news, nem hiszem el. Hihetetlen. 2022-on azt hiszem, amit akarok. De most a földlapos, és Maradona nem gyűjtött rá. Jó, de én ezt most nem negatív. Én arra emlékszem, mondom, én szeretem Maradona. Nigériának tudtak egy utolsó perces volt? Hogy nem is tudom, valamelyik VB-n is bemutatotta az élőt. Igen, az ott volt. Az ott volt, 2010. Ja, az akkor ugyanaz. De én kifejezetten szerettem Maradonát, tehát semmi bajom nincsen vele. Hát jó, egy-két nem annyira sportemberi oldala volt. A pályán szeretted, de amit a pályán kívül csinált, igen, az nem igen. Mindenki szerette, ez így van. Igen. Az argentinok meg imádták nyilván, tehát ez ugyanez, hogy most itt elmondja mindenki, hogy ilyen ellenszenves Argentina, meg ellenszenves, az tök mindegy, mert nekik aztán annyira mindegy ott Argentinában, hogy ők ellenszenvesek. Egyébként az egyik videó megosztó, aminek a neve elég sokszor szóba kerül YouTube. Különböző helyeken, nem ez film megosztó. Ja. Ezt nem szabad mondanunk? Hát Netflixet lehet. Netflix! Igen. Ott legalábbis egy pár évvel ezelőtt még fenn volt egy iszonyatosan jó dokumentumsorozat Maradonának. Maradonát? Nem, Maradonának a mexikói edzői időszakáról, mert ott egy másodosztályú csapatot elvállalt, és hihetetlen jó. Jó, megnézem. Én ezt tudom, hogy mitől halt meg Maradona, vagy miért meg Maradonát című ízét. Na, azt nem láttam. Az is jó? Hát, nem rossz. Na jó, szóval a Sacramento azt szeretné, hogy Johnnyval és Guerreroval kezdenénk valamiért. De miért Trippier? Mi van Trippierrel? Trippier iszonyatosan rosszul védekezik. Megnézzük ezt? Nézzük meg.
A többi az maradhat, mert ez volt a kitalált, hát ugye? Hát abszolút. Igazából Sam Maximent áttette jobbra, tehát igen, itt náluk Rafinha lett volna, de ez nem baj, mert Sam Maximent hiányoltam ebből a felállásból, tehát szerintem jó, lehet így. Elmentem először is, mielőtt a kutya kihúzza az áramba a gépet. Mindenre számítunk. Egyszer annó volt anyámnak egy macskája, amikor még otthon éltem, és egyszer megcsinálta azt, hogy bejött, felült az asztalra, így ránézett a hosszabbítóra, és kinyomta. Azzal a hosszabbítóra. Szóval ez a kikacsolós hosszabbítóra. És mondom, ezt nem hiszem el. Ja, mert amikor hazajártam Angliából, mindig így télen volt ilyen egy hónap, amikor bezárt az étterem, és akkor hozzá lehetett jönni. És akkoriban laptoppal járkáltam, és a laptopot kiraktam az ablakra, és erre egy fényképet is csináltam, és a mai napig megvan. Vadi új laptop, akkor vettem, minden nem volt laptop, és jövök haza egyik nap, és azt látom, hogy a macska rajta fekszik, és nem az, hogy rajta fekszik, hanem az, hogy lejön, és ez kinti macska volt. És utána így lehetett rajta látni végig a sáros tappansonokat, hogy vége lesz, mondom, ne hallod. Anya, ne engedd be a macskát! Mint Cartman ajzében. Anya! South Parkban. Na. Hagyjuk meg nekik, hogy élvezzék ezt a meccset. Enjoy the match. Go out and play. És nem érdekli őket. Nem. Ez semmi. Semmi. Bocsánat, Norbert, igazad van. Itt írja Norbert, hogy ne vágják bele a szabadon mindig, mert a sztorik végét nem halljuk. Ja. WordPros nagyon-nagyon motiváltá vált. Igen? Igen, igen. Akkor végül van. How confident are you? Mennyire vagyunk magabiztosak? It's a big, big challenge. It's a big challenge. If I speak, I'm in trouble. Nem jó az időjárás kint. Piros lapokat fogunk kapni, mert úgy fogunk becsúszkálni. Jó, flexible és adaptable, tehát mi alkalmazkodunk, ha kell. Nincs ilyen problémák. Szép magyarsággal flexibilisek vagyunk, és adaptálódunk az ellenfélhez. Úgy tudjuk, hogy változtattál a taktikai hozzáálláson. Mert ez a két taktikánk van, amit használom. Tanulmányoztuk a Manchester City-t. Tanulmányoztuk, emlékszel? 3-0 az első percben oda. Tanulmányoztuk a Manchester City-t. Szakar az eső. Hát, igaza volt az ének. Az időjárás jelentésnek. Longley. Szépen játszunk, gyerekek. Tartjuk a labdát. Nem elég direkt mondjuk, tehát az nem fog tetszeni nekik. Igen, igen. Ha nyerünk is, lesz kritika a sajtó részére. Ha ez világos lett volna, akkor már 0 lenne, mert nem jött volna ide. Igen. Nagyon jól mondod. Kivétel a brazilok ellen. Így van. Mi ott kijárkáltuk, csak kivétel a szemeteket, nem? Hát azért... Ahogy azt a meccset megmondom, hogy nem is láttam. Elég jól kilépegetett helyzeteknél. Én azt a meccset elkömeltem annak, hogy úgyis nyernek a brazilok, és meg sem néztem. Az a baj, hogy a brazilok sem nézték meg, mert ők is elkönyvelték, hogy nyernek. Pedig amúgy kíváncsi lettem volna egy brazil-argentinra, az egy nagy izélet volna, gyilkolás gondolom. Az amúgy az szokott lenni egyáltalán, gyilkolják hát egy az, az. Az. Neves más sárgát kapott, csak hogy tud. Igen. Jaj, nyilván gérző lábbal vitték. Csak ne az legyen, mint az év elején, amikor De Bruyne 70 méterről két góllal. A jaj, a Rodri! Vagy a Rodri. Rodri igen, két gólt szerzett ellenük. Úristen! Lőtt egyet 30-ról. Ez mi volt? De se fújta? Jó, semmi, akkor semmi nem volt. Semmi nem volt. Otto? Johnny elvette a labdát. Szép, ez viszont nem szép. Igen, ez... Ennyi WordPros ütközött középmezőnyben. Igen, igen. Leütközte Fernandinho-t. Grealish. Grealish. Lautaro, oké. Okay. Tehát leigazolták Lautaro. Igen, igen, igen. Nagyon jó VB-s teljesítménye után. Felfigyeltek rá a világbajnokságon. Igen. Hát most mit csinálsz? Vezetnek. Jó, ez... Okay. Jó, hát most ez van. Ez a Manchester City. De ez... Itt csak is simán megelőzte a Guerreirot, mi? Ez Guerreiro egyáltalán? Várjál, hát... Igen, az Guerreiro. Ja nem, csak befutott kettő. Befutott. Közé. Nem is ő előztem. Igazából nem Guerreiro hibája volt, mert valakinek követnie kellett volna. Szóval, hogy eddig megúsztuk a pirosokat, amikor koránsárgat kaptunk, most lehet nem fogjátok. Lehet. De az is lehet, hogy már át is állhatunk a 4-2-3-1-re az ellenfél, nem? Igen? Hát, várja, várjunk még. Jó. Ez így jó. De vigyed. Össze-vissza rúgassák a labdát, látod? A City megvan az amerre állnak. Maximán. Jó. Egyébként szorongatunk, de mire megyünk vele? Kontrára játszik a City biztos. Biztos. Az a tipikus tőlük. Gól! Hát ezért nem kell változtatni. Á, de mi? Ez mekkora fejes volt. Emelte kezét. Ugye emelte kezét. Emelte kezét. Mondd, hogy emelte kezét. Biztos vagyok benne. A Dávid csak kérdezi, hogy milyen XG-je volt Lautaro-nak a VB-n. Figyelj, megnézem a meccs után. Vagy megmondom. Az gyönyörű volt. Visszafele mozgásból.
Na ez az az Adeyemi, akit látni akarom. Akik ilyeneket érdekelnek, hogy mennyi az XG-nek, mit tudom én, van egy ilyen weboldal. Igen, az jó. És aztán van minden ilyen. Azt meg lehet nézni. Ja, be is mondom, mert nem mindenki olvas a csetet. FBref.com. Az FBref.com-on felmész, és rámész arra, hogy Argentina, és akkor lesz külön egy olyan, hogy a VB-n hogy teljesítettek, és akkor ott a Lautaronok ott az XG. Azt is odadobta a Guerreiro. Meg ott hogy lőtt egy nulla volt ebbe az XG-ből, mert ugye a 11-esből lőtt, de az meg nem számít. Ki adta be Szent Maximum adása volt? Johnny. Johnny? Úgyhogy... Az megvan! De még lövöldel egyből! El lehetett volna vinni a kapuig. Sacramentónak igaza volt, Johnny jól is védekezik. Adott egy gólpaszt. Hát Johnny amúgy jó, tehát ő nagyon jó, ő is egy olcsó és jó vétel volt. Mint Guerreiro? Nem, ő drága és jó vétel volt. Ő is hát abból a szempontból lehet, hogy rossz vétel volt. Hogy... Jó, és megint ott volt. Abból látod, a szempontból Johnny-t? Lehet, hogy rossz vétel volt, hogy drága volt, viszont kellett egy szélső védő, úgyhogy. Ezt nem tudtuk volna ezt az izét lefutni, úgyhogy a Murphynek mindig játszani kellett volna. Nem mindig, de egy csomószor az meg. Igen, az meg eléggé. Védekezésben. Előre nem játszik olyan rosszul amúgy ő se. Na, most mi van? Hagyjuk, hogy álljanak egy helyben? Nagyon kicsalogatnak minket, igen, aztán be... Fú, ezt az izét, látod ezt a... Súlypont áthelyezés meg. Oh. Jó, Adeyemi. Most vagy cselezzél ki mindenkit, vagy tarts már... Spori, hát megölik. Fú. Ruben, Dias. Dias, ugye? Uh-huh. Nem Dias, Dias. Nézzek, háromszor eltaláltuk a kaput, és 0,21-es a... az XG. Nem volt, hát ilyen eléggé távoli próbálkozás volt valószínűleg. Na hát, de figyelj. De nem rossz. A gólunknak sem volt valami nagy XG-je. De az biztos, hogy jó az az XG számítás, hogy 8 méterről fejelsz, vagy 10-ről, és az csak... Hát de... Ekkora XG. Nem tudom. Hát ha én fejelnék, akkor magasabb XG kellene. Jó vagyunk amúgy. Szerintem. Very good for. Igen, ez jó volt, jó volt. Tessék, ez motiválta is őket. Még nem döntöttük el, még messze van az év vége fel, Bogi, hogy mi lesz. Hogy cseréljük a két szélső védőt, meg a két szélső támadót, itt azt írja Alex, megzavarja az ellenfelet. Oké, okay, csak más lábuk van, más lábasok, az meg minket zavarnak. Jó. Tehát azt meg lehet csinálni, megcseréljük őket, csak változtatni kell a izéjükön. Igen, akkor már nem inside forward lesz, hanem mit tudom, rendes wingert kell vele játszatni. Szám megszemem megsérül. Őt már nem cseréljük meg. Groin injury, az 3 hét. Nem igaz. Hát, hogy olyan a Rafinha. Jó. Az élet kicserélte nekünk a szélsőket. Igen, igen. De figyelj már, Ruben Neves, miért van ennyire izén, rottyon? Már az előző meccsen is azon percre. Volt. De hát volt egy hét szünetünk, könyörgöm. Te várjál, és a padon nincs ott a Renato Sánchez? De én, olyan, nincs. Nincsen középpályás konkrétan. A Diallo van védekezőnek, és akkor Nianzó előrébb jön. De aha. Én igazából azt, de én inkább azt csinálnám, hogy a Musialát behozom ide középre. Az jó. Everton-t hoznám, mert akkor előző meccsen nem játszott jó. Jó, csináljuk ezt. Megnézzük ezt? Csináljuk. 50, hát jó, tehát egy cserét meg kell hagynunk most. Tehát az igen, azt nem akarom. Ez teljesen jó. De, amit nem akarok, az az újrajátszás. Amit semmiképp nem akarok, köszönöm. Akkor inkább lőjük egy öngót. Nem, az nem, csalás. Na. Hogy mondhattok ilyet? Gyerünk, Everton! Nianzu sem mozdult, a passz is rossz volt. Lautaro leleste ezt a passzt. Oké. Megy az indítás mélységbe. Gyerekek, beindult a Rafinha. A szép Adeyemi, az remek, gó! De szépen csinálta! 20. gólja a szezonban. Keylor Navas gólpassz. Csodálatos volt. Micsoda gólpassz Keylor Navastól, nézzük! Hogy kicsalogattuk az ellenfelet. Na ez mi a labdát, történt? Ahogy itt elengedte a labdát, az zseniális volt. Ruben Dias, vagy a másik volt? Dias. Jöhet a busz! Nem jön busz! Több góllal megverjük őket! Figyelj, veri a tekingre a lukát! Persze! Veri a tekingre azonnal? Jó, Márt. Nem.
Nekünk a sima egygólos győzelem is elég a City ellen. Nézd ki, játszik náluk. Alvarez. 23 éves és 46 millió, nem is olyan sok. Őt le tudjuk igazolni a következő. De kit akkor? Adeyemit vagy Gabigolt? Nem, tesszük parton arra. Zsiru? Hát ő már 37 lesz. Jó, de ő olcsó legalább. Tehát most itt... Azt mondja Dávid, hogy nem akartok valami kockázat kerülő, csak ne kapjunk gólt taktikát játszani, csak hogy meglegyen a VB hangulat? Nem. Mi nem játszunk olyat. Uff. Amúgy Hot Topicban is elmondták ezt Dávidék, és ebben igazuk volt, ebben így bele se gondoltam igazából, hogy annyira nekem, főleg nyilván mivel nyertek az argentinok is, de amúgy is szerintem nagyon jó döntő volt, most attól azt a számítva, hogy a játék közötti hibák azok ugyanúgy megvoltak, mint az egész VB-n, meg mindegy. De szerintem maga a döntő, hogyha csak úgy valakit leültesz, hát, hogy nézd, ezért volt. Kell focit nézni. Persze, fordulatos. Így van. Igen. És ezzel ki is törölte a fejemből az élet. Jaj! Hogy? Hogy játszott, hogy voltak olyan meccsek is, hogy Szaúd-Arábia, amit én, vagy nem is tudom már, hogy mi. Ahol senki nem támadott. És, igen, amit Dávid ír. Fú. Figyelj, már ne háromszegeljünk már itt. Tudom, hogy hát de ebből jön a gólpassz a Navastól. Nem volt a Giroud elő most, hogy... Szerintem nem vagyok nyugodt. Főleg így. Tessék, Navas! A VB-n belőtte volna. Köszönjük, Alex, nyugodtan, nem kell mindig, tehát nyugodtan mondhatsz tippeket, meg a mások is mondanak, amit kell csinálni. A Backseat Gaming engedélyezett, ahogy mondják a nagy streamerek, a Backseat Gaming, hogy a chatről mondják, hogy játszunk. Maximum nem csináljuk meg. Igen. Jöhet a busz. Nem igaz. Nem, tehát, egy Mourinho-t a keblünkön melengedtünk. De igen. Tényleg. Marcel személyében. De mi nem akarjuk Mourinho-t, csak asszisztensnek maximum. Igen. Még nem jelentkezett. De annak meg nem fog, még nem bukott meg a Rómánál, úgyhogy még jó. Az gyönyörű. Nagy labda. Az meg jó a szöglet. Jó bedobás. És bedobás lett. Jó, hát magasabb az XG-jük, és kit érdekel. Az csak egy szám. Marokkóban is mindenkinek magasabb volt az XG, és elődöntő játszottak a VB-n. Igen. Na! Ezt döntsük el a meccset. Mellé! Oda! Hogy nyúlt alá pedig, hogy mellé, Rafinha! Hallod, hogy ezen ment el minden brazil klubok a csapatból. Mourinho jó lenne Brazília élére, micsoda? Kapufa! Lőd be! Hát mit hagyunk ki? Cseréljünk. Majd. Az ellenfél kapusát kéne lehozni. Igen. Nem igaz! Jó, na, hát nem igaz! Most már nem nagyobb az XG-jük. Most már tudsz, hogy nem nagyobb. Mennyi? Hát ez figyelj! 1.51.15. Hát de figyelj, itt most, amiket kihagytunk... Muszi alát. Hozzuk le, és kijön be helyette. Dialog bejön, és előre hozzuk. Egy sorral előre hozzuk. Nianzut. És a World Pros megy oda. Oké. Hát ez... Mourinho jól lenne Brazília élére, Dávid? Ne vicceljünk már, Dávid, Viktor, Dávid. Jó lenne. Dávid kérdezte. Hogy örülnének Brazíliában, hogy az egész csapat bekkelne? De legalább beszélni a nyelvet. Az biztos. De úgy van esélye arra, hogy külföldi lesz egyáltalán a brazilok élére? Hát most nagyon azt akarják. Igen? Sokan. Én azt hittem, hogy Brazil, hogy mindenképpen Brazilt. Jó össze. És? Mennyi, mert Ruben neves az... Ruben nem, Dias az izé... Dias neves. Gyerek, Gabriel Jesus! Hogy ó, Bramarangol nem létezik! Basszus, a legjobb védőnk volt az egész szezonban, most mit csinál? Ne vár, hallod! Hát ez nem igaz. És ebből akkor tuti hosszabbítás van. Vagy újrajátszás. Vagy mi van itt, hosszabbítás van? Hát most nem tudom itt mi lesz, a múltkor hosszabbítás volt, nem? A Leeds meccsen nem hosszabbítás volt? Ezt nem hiszem el, hogy a... Basszus, és annyi helyzetünk volt. A 93. percben 92. öngóllal. Csalagép, azt mondja László. Igen. Csalagép. Ha láttam már valaha azt, hogy leelfemez valakit a csapat, a játék, az az volt, hogy leelfemezett minket a játék. Hát jók voltak pedig. Proud jó. Of everyone. Igen. Jó az. Most akkor kapunk még egy cserét, vagy nem? Hát, jó kérdés. Megpróbáljunk cserélni? Kapunk. Kaptunk cserét. Na, és akkor kit hozzunk le? Nianzu teljesen ki van. A középpályához nem nyugodtunk hozzá. Adeyemi ki van. Zsirút behozzuk? Egy jó Zsirú. Hozzuk be. Friss erő előre? Hozzuk be. A férfit hozzuk be. Jó.
Hát a közepén... Bremert nem visszük le most. Egy hiba, Bremerrel külön beszélgessünk el, hogy nem baj. Mi lenne, ha lecsúszna be? Mi lenne, ha nem csúszna be 10 méter a kaputól, amikor nincs mögötte senki a labdára? Basszus. Most emiatt, most ennyit, most még jó, hogy megint lesz egy pár napunk pihenni, mert megint... Ez mind a ezére megy, a Real Sociedadnak az ezére megy, kontójára, amit most történik. Lehet, hogy a Real Sociedad fizetett a Bremernek. Mennyit? Hát mennyit keres nálunk? Mennyit tudnak fizetni? Annyi pénzük nincsen összesen. A csodálatos férfi, így van. Zsidó. Perc a KP kérdező, hogy vagyunk. Jó, én jó vagyok. Jó, köszi. Bár nem találtam, nagyon akartam, jó, hogy ma Mikulás sokkal legyen rajtunk, de csak egyet találtam, úgyhogy ezt elvetettem. De jövő héten lesz a játék, amit ígértem. A Viktort és titeket tesztelünk. Jaj. Egy kicsit. De hát majd nem akarok vele elvenni sok időt, mert haladjunk azért a meccsekkel is, de egy pár percet elveszünk valami mindig. Szerintem úgy lesz, hogy megmutatok egy... Zincsakot. Hát azokat nem kellett... Nem úgy értem, hogy csak Mikulás Sapka. De ha csak Mikulás Sapka lenne, akkor... Bremer megint kapufa! Akkor se látszolódna semmi. A második kapufánk. Basszus. És hogy kanyarodott az a labda? Ezt a Ward Prowse így tudja megrugni? Azt ő volt, nem fiatal. Hát szöglet volt. Simoszki és Mikulás Sapka, igen. Na! Gól! Várjál, lefújt valamit azon. Emeltek ezért Bremer? Bremer, most... Azaz! Tessék, jóvá tette. Bremer mindenki, nem Langley volt, nem is Bremer, csak nekem Bremer volt itt írva. Hát ő van kiírva. Na, az Bremer ilyenek kapura veszélyes, így van. Ez így van. Fú, gyerekek, de akkor most már legyen vége. Hát még most a visszálljunk. De nem ők lőtték a gólt előse, még kell vissza... Ne álljunk vissza. Visszálltunk. Ne álljunk. Ezt a szagetet megvárom. És a muszáj meg. Nem, mindegy. Ez mi volt? Nem tudom, de szabálytalan volt. Durva, nagyon durva szabályos. Sárga! Ruben Diás, megérdemli! Nagyon csúnya volt, akár kicsit. Belejött a személyébe valakinek. Kis ujjá. Basszus. Pedro Porro. Jaj, Navas! Pedro Porro? Az kicsoda? Kis a Pedro Porro? Nézd meg. Pedro Porro, kérlek szépen. 23 éves. Egy spanyol, 23 éves. Useful signing, 151 milliót a plafon. A useful. Így van. Na, 151. Hát figyelj. Még négy és felessel felfejlődhet. Én itt János is írja, hogy túljuk az időhúzást, én is hajlok felé amúgy. Toljuk. 10 perc van hátra. Azt csináljuk. Az jó. Annak te vagy a legnagyobb szakértője, az te állítsd be. Jó. Megadunk egy kis izét nekik. Disziplint. Igen. Jó. Na, jó. Neves nem kapott sárgát, igen. Fura. Még nem cseréltük le a negyediket, cseréljünk. Ugye? Nem, de. Még lecseréltük. Nem, az sérül. Ja, az, hát ja, azt is lecseréltük. Nincs még egy cserénk? Hát próbáld meg. Nincs. Nincs. Erről a buszról beszéltem, csak megérkezett. Ez a busz, tessék. Jó gyerekek, nekem az is jó, a hosszabbításban verjük a Cityt. Ruben Neves kapott sárgát, csak azóta le lett cserélve. Tényleg? Igen. Volt sárgája? Volt. Azzal kezdődött a meccs, a harmadik perc vagy mikor. Ja, jó, arra mondta Furbudzsi, hogy most nem fogjuk megúszni piros lap nélkül. Meg is ijesztett és le is cseréltem egyből. Nehogy a proféta beszéljen belőle. Itt az időhúzásra, hogy láthatod a képen. Jól csinálod. Zsirú, jaj, de gyönyörű! A férfi. Ja, és az mi volt? Pedro Porro mit csinál? Ez a védő volt, nem? Nem. Jó, én úgy láttam, hogy védő volt. Szerintem Nianzu lehetett. Egy perc. Így van, tegyük le a szöglet zászlóhoz. Így van. Nem kell betenni középre. De ha voltunk gól, akkor betettetek középre, csak mondom, hogy minden inkább pusztatok meg az időt. Jó, de ennek vége. Kell, hogy legyen, igen. De az előbb Bremer előbb a hosszabbításban volt az is. Ilyen dráma nem lehet. Fújjuk le! Köszönjük. Kiütöttük a Cityt. Ki? Na. Ki van még az FA kupával? Remélem már nincs sok nagy csapat. Nice work, everyone. Nice work. Gyerekek, ez nice igazán work. Nagy. Hát congratulations. The magic of the cup strikes again. De ez very pleased vagyok. Very pleased, persze, természetesen. A City elfáradt a végére, igen. Nekik, ők voltak fáradtak a végén. I thought we did well. Jól csináltuk, nem? Én azt gondolom. Jók voltunk. Close run thing, you must be delighted. Igen, nagyon jó volt. Köszönjük mindenkinek figyelmet. És akkor most kiderül, hogy mennyire sérült meg izé. Szent maximum. 4-5 nap. 4-5 nap, ez a legjobb. 3 hét. 360 ezer. Jó, ebből ki tudjuk fizetni egy hétre a két játékosokat. Na, JD the Warpros. Pihentetni kell.
Jó, szerintem. De hát most van 11 nap. Jó, de igen. Úgyhogy most adok is neki egy péntetést. Milyen alacsonyan van az élet energiája. És az, hű is kap. Jó. Oké, okay. Csak ha nem kontrollt nyomok, akkor már igen, oké, okay, most jó, jó, jó. Szóval tréning. Tréning. Rest. Rest. Mennyi, 2 hét? Ne, azt egy nem. Hét. Egy hetet adjál nekik. Akkor még lesz 4 napjuk. Ez a 7-2-0-val is meg lett volna, igen. Ha. De a 7-3-0-val jobb azért. Na, a sajtótájékoztató. Ah, de ami frusztrált volt, hogy lecserélted. Biztos az volt. Adjál már. Hát felfelé a turbózni a csapatot a Langrénak a győztes gólya? Szerintem itt a legpozitívabbot is adhatjuk. Ja. Nyugodtan. Ruben Neves 16 alkalommal kapott már sárga. De ez az a típusú játékos, akit te élőben nem játszottnál, az biztos. 16 sárga. Atya úr Isten. Hát 20... hány meccset játszott addig? Mondja, megnézem. Hát, igazából a szerepkörével van összefüggésben, abba, nem? Azzal van. Nem, mondjuk azzal van, meg mondjuk azzal, hogy egy állat. Igen. Igen, jó volt. Nagyon pliznek. Még a hollandos erényem elárja, amit azt mondom. De nulla piros, így van. Igen, igen, okosan szerzi a sárgákat. Ha elég sokat megyünk vissza, írja a Marcia, hogy nem is argentin pedig a Neves, hogyha elég sokáig visszamegyünk, csak találunk egy argentint. Ez egy család fájába. Mi volt Nevesnél? Ja. Hát ott azért a brazil valószínűbb. Igen. Ez a második meccs volt még csak, ugye? Igen. Akkor pörgessük kicsit. El akarok, azért mindenképpen el akarok jutni. Várjál, most a Chelsea jön. La Liga. La Liga kupa? Az Európa Ligát mindenképpen nem kell staff meeting. La Liga kupa. Hát egyébként az, állandóan tele van spanyolokkal. Ruben Hentes, mindenki rosszul olvassa, igen. Szegény. Chelsea, Newcastle. Ez nem igaz. Wolves, Liverpool. Hát, jobbat kaptunk. Igen? Hát a Liverpool rosszabb lett volna. Hát jó, de és a Wolves, jobb, jó, jobb. Igen. Tehát ez a közepe. Így van. Megkaptuk. De legalább most a Chelsea-vel akkor egy másik kétszer is játszunk. Úristen, kétszer játszunk a Chelsea-vel. Nézzük meg a schedule-t. Itt van az FA kupa, tehát rögtön az idő után, hát ez itt egy nagyon nagy B csapat lesz a Chelsea. Hát ugye az első meccset kell nagyon megnyernünk idegenben a Sociedad ellen, és akkor másodikon simán pihentethetünk. Ez a terv. Okay. Jó terv? Lehet ma megsérült 4 hétre. Nem igaz. Az első a karrierje során, ami visszafogja most az egényt. Hogy van, Gabi? Hát most már vissza kell jönnie. Csak, ja. Szükségük van rád, Gabi. Na, nyugodtan a Chelsea-en is a 4-1-2-2-t így akarjuk játszani? Vagy a 4-2-3-1-et? 4-2-3-1 szerintem. 4-2-3-1 egy gyengék állítólag. Igen? Gyengébbek. Hát 4-2-3-1. Targonca baleset. Igen, azt mondtad a lejtonnal. Ja, rágulult a lábára. Rábulult egy targonca. Targonca átment a lábán. Na jó, ne viccelődjünk. Ne viccelődjünk. Kérem, ez komoly dolog, megsérült. Mikor van a meccs? Itt van. Adhatunk nekik valamit, ide mondjuk. Hát támadót. Nyilván. Hát nálunk. De akkor general támadó. General. Ide meg egy szokásos, már rég volt szöglet gólunk. Jó. Hát melyik? Igen, pont most a hosszabbításban, mondjuk a szabadrugás volt. Igaz. Tényleg Warpose-nak ez megint egy izé. Láttuk, mert a targoncával. Warpose 13 asszisztal Saint-Maximennel. Saint-Maximen is 13 asszisztot adott, úgyhogy nem jó, hogy adtunk pihenőt Warpose-nak, nem mikor izén van, international break-en van. Most ezzel beválogatták. Jó, de nálunk nem kell edzeni hát ez idő alatt. Nem. Tessék. Hol láttad ezt? Kikaptunk Skóciától. Ja, izébe a válogatott szünetbe? Most kik az argentinok, vagy kik? Szerintem a magyarokra gondol. Az Arzenálba, az Jesus helyére? Viktor? Kik az Arzenál Jesus helyére? Hát, hogyha van pénzük. De amúgy meg az Edu most nagyon jól nyomja ezeket az igazolásokat, meg kell hagyni. Úgyhogy... Biztos valami kis brazit, lehet, hogy a Vitor Rokit oda viszik. Chelsea Scouting Report. Hol van ez? Ja. Ja, azt ugyanazt játszák, mint mi. Igen. Nem lesz könnyű. Vagyis, hogy most akkor végülis 4-2-3-1-et nem, de 4-2-3-1-et akarsz. Hát mi a 4-2-3-1-et játszunk? De a Gündogan is ott van. Azt nem láttam eddig.
Gündogan. Igen? Hát itt nekem úgy tűnt. Aha, Gündogan, Mount. Kanté. Pulisic. Fati. Ansu Fati. Költött egy kis léta, azért. Igen. Chelsea. Beruháztak. De valójában Sterlinget vették, és ők meg Fatit vették a játékból. Hasonló profil. Egyébként tényleg. Szépen futnak. Főleg Sterling. Bokor. Az Under 18-ben nagyon jól teljesített. 8-es 12 gól. Aha, 8-es 12 gól, 1 assziszt. Leitman. Ő csak 3 meccset. 3 meccs. Mert ugye és ki az a, várjál, ki volt ott a harmadik? Mavidi. És őnek is milyen a... De őt már megnéztük, hogy... 8,18-as. Na de kilő. Nézd már meg, hogy kilő. Kilő! Kilő. És akár leadership. Úgy kilő, hogy akár 2 és feles is lehet, hogyha nagyon megszorítja. Balazban eléri nem sokára a 10-et. Na. Tessék. Ezt itt delayeljük még most. Igen? Ja. Biztos vagy benne? Uh-huh. De hogy elfelejtsük, aztán egyszer csak arra ébredünk, hogy nincs táb. Várjuk reggel a segédedzőt. Itt az ideje Bokort megvillantanak. Masszőrt, orvos, senki nincs ott. Na. Na. Hát, hogy játszanak. Igen. Hát, hogy meglegyen a szokásos. De azok amúgy csak azok voltak, akikre kell a meccsen. Persze. Azok, amikor mindig. Jó, és akkor mi van? Ez a, ilyen a foci. We'll be ready. Fact of készek leszünk. Leitmannak a sérülése. Arról nem szoktunk beszélni. Arról nem beszélünk. Dyer, nem érdekel, nem beszélünk. Nem, igen, köszönjük, nem beszélünk róla. Scout player. 18,5 millió. Angol, ami plusz, de ami a drágább is, ugye? Igen. De nem igazán érdekel minket. Newcastle rank among the league leaders. Bokort kölcsön kell adni a Vasasnak, hogy legyen játék ideje. Sajnos a Vasas nincs benne a mentésben, pedig nagyon szívesen kölcsön adnám egyébként. Hát most megint a szabálytalanságaink és a kártyáink számát vitatja, erről. Ami egyébként nem Shirley, szép a sajtótól. Shirley, beszéltünk másról is, és ne hívjatok Shirley-nek. Scouting update. Dicsérjük meg. Ez visszatért, már megyünk megint a tisztelét. Igen, igen. A morál megint egyre jobb. Ruben Neves, őt nem zavarja, hogy sárgát kap, őt nem érdekli. Ugyanolyan rendesen edz, mint ahogy sárgát vagy. Mindenki szétrúg a pályán, vagyis az edzésen ott nem kap sárgát, úgyse. Szép, de tényleg, nézd meg. Csak tudod, nem tudjuk ennek a fonákját, mert lehet, hogy mindig ott van a veszélyben, hogy kiállítják meg ennek. A Willock az mitől ilyen edz ilyen jól? Hát miért látja, hogy szükség van rá a csapatnál? Örül annak, hogy Sanchez-zel tánunk. Ezért, milyen rendes. Ezért ilyen boldog, mert az ő posztján játszik. Azért. Igen, igen, igen. Tök boldog, hogy a csapat. Örül annak, hogy Sanchez nem játszik. Ennek nagyon örül. Nagyon kedves tőle. Na jó, de az nem tűnt fel neki, hogy ő sem. Azt nem vette még észre. Ez mindegy. Ő már hozzá van szokva, hogy nem játszik. Ha én nem játszatok, ne játszom más se. Na, egész jók voltunk most. Anyagilag? Még mindig ricsek vagyunk, az a lényeg. Igen, igen. Ahogy Dave Chappelle mondaná, most így hirtelen majdnem egy aneurizmát kaptam, hogy kívánom, hogy milyen neve. I'm rich, és egy angol szó, ami rímel rá, és csúnya szó. Azt mondja. Uh-huh. I'm rich bitch. Ez, uh-huh. ez a klasszikus kifejezés. Pontot vesztett a Liverpool? Helyes. Na, ezt szeretné a Sacramento. Már uh-huh. Barbusz egyből, nem, cselepodon van csak Barbusz a kapitány. Hát, nem jó a fitnessze. Ez a legjobb kezdőnk. Hát nem igen, jó, mert most volt sérült még a meccs. De figyelj, Trippiert rendszeresen kiveszi. Igen. Elmúlt az idő a Trippierünk fölött? Johnnynak 7-64 utolsó 5 meccse. Tök jól játszik. Nem, hagyjuk is bánni. És a Trippier 7-28. Amíg jól játszik Johnny, addig... Igen, igen, igen. Mi történt fel Trippi? Hasonlítsuk össze. Pedig első évben a Trippier tartott minket munkába, amúgy. Hát, na. Hasonló vagyok. Johnny ugye sebességben 2-vel jobb, így van. Mentálisan erősebb 1-jel és a levegőben 1-jel. De és technikailag, ugyanaz. Igen. Technikailag, támadásban, visionben és fizikailag látod, is. Marcel, olvastam gondolatban, oda sem néztem, hogy írtad, hogy csináljunk össze, de csak csináltam. Igen, igen, igen. Teljesítményt is lehet nézni összehasonlításban. Jó, mindegy, de hát látjuk így is, hogy mi van. Azt is látom, hogy igazából
5-7. Őrünk neki 6 asszisztja van. 6. Asszisztja van. Jó, de több meccs. De több meccs. Várjál, azt akartam megnézni. A csapongok, de a Ruben Neves. Igen, igen, igen. Igen. Várjál, hol vagy. Na, Ruben Neves, kérlek szépen. 23 Premier League mérkőzésen 13 sárga. De most miért? És összesen 32 meccsen 16 sárga. Szia Tamás! Nem baj, nézd vissza nyugodtan. Nem jött értesítés, azt írja. Nem mindig jön értesítés YouTube szerszerakodni. Tamás, most nagyon nagy baj van. Hihetetlen dolgokról maradtál le. Jó. De tényleg? Bremert jól figyeld meg majd a meccseken, ennyit mondok előre. Jó, most ne figyelj ide, hanem majd nézd meg egyben. Semmi érdekes nem történt. Nézd kettes sebességen. 20 gólos odajemi. Igen, jól, jól megyünk. És áprilisnál vagyunk. Úgyhogy volt egy óriási, mint a két hónapos szünet, amikor de nagyon megint, rosszul most játszott. Megint most megint, igen. Na, menjünk így neki? Menjünk. Ki ez? Chelsea? Chelsea. Félsz? Chelsea. Én mindenkitől félek. Csaloba. Ott van a lehetőségünk elmenni majd a Csalobának. Chilwell, Kanté, Gundogan, Fatih, hát amit láttunk. Hát ez jó, ez jó csapat. Hiszácsot is megvetni. Ott az emberem a padon. Conor Gallagher amúgy a jövő Wolfhoz-a csak igen, mondom. Igen, igen. Tudom, hogy a mániád ez az ember. Ezt tudom. Így van, Szabiba fogja címkézni a legjobb részeket. Valóban az lesz. Marcel, szerintem jó az, amit mond. Szerintem meg mondjuk a Make Me Proud. Hát az persze, a Make Me Proud az mindennél jobb, tehát ez... Guerreiro az még mindig nem tudom, hogy úgy látom. Igen. Momentumról szól minden, folytjuk a Momentumot, így van. Igen, biztos vagyok benne. Ugyanaz a csapat, mint a Izelen, szóval... Milyen hosszú kérdés ez? Hetedikek voltak, amikor Anthony joinolt. Tizedikek. De most... De hogy milyen hülye kérdés? De amúgy nem, hogy rossz formában van, gondolom, hogy meg tudják szerezni az összes pontot. Tehát elkezdi az, hogy fikázza őket. Igen. És utána most meg az, hogy de amúgy el tudják vinni az összes pontot? Hát szóval... De amúgy nem, tudják, nem elvinni tudják, hanem mi vagyunk. Otthon tudják tartani, igen. Otto. Otto nagyon jó igazolás volt. Sárga lap. Nem. Jó. Otto mind a két oldalon Otto tud játszani. És Otto mennyi volt? 15 millió? Vagy valami ilyesmi, most tudom. De a legnagyobb igazásunk az Ruben Neves volt, az egyetlen 20 millió év, vagy mennyi. Ennyi sárgát 20 millió év, mikor de, kapsz? Jó, de ezt akartam pont mondani, hogy a Fornánkát nem tudjuk, hogy miért, hogy nem lett volna, akkor meg lehet, hogy hány meccsen kikapunk. Igen, igen. Hát jól játszik. Sárgák fontosan küldi. Játszik. Úgy, nem, fontos. Sok labdát szerez. Meg hát ő a playmaker. Igen. Muszi. De elég Muszi. Erősen kezdjük. Tekert be hosszúba! Basszus! Majdnem betekerte hosszúba, hallgat rám. De milyen jól kezdtük a meccset. Tényleg, az letámadjuk őket, ott tartjuk a labdát. Miért Ruben Neves adja be a jobb oldali szeretet? Jaj, nem, mert az én áthajtottam, és utána nem mentettem és el. Jaj, a WordPro-zos szögletekkel baj van. Itt van. Előre kell vinni a WordPro-zt. És menteni kell. Előre is viszem. Ja, mert jobbról a Ruben Nevessel rúgatja, de nem rúgatjuk a Ruben Nevessel, minden onnan a WordPro-t rúgja. Confirm. Ez van a changes-zel. Már volt két helyzetünk. Na! Köszi. Ez mi? Most is halálra dicsértük Nevest, majdnem gólt is lőtt. Lepattant a védőről. De basszus, gyerekek! Na itt a gól. Majd ebből a... kontrából. Nem, azt nem akartam kimondani. Azt akartam mondani, hogy ebből hogy megszerzött a labdát majd közben a játékoson. Chelsea már eltalálta a kapunkat. Igen. Bremer, Sárga... És egy nullás XG-t kaptak érte. Jaj, de honnan az fél pályáról ráívelték, vagy nem mi tudom. Lehetett? Igen, most mondtad a Bremersárgát. Most regisztráltam én is, hogy ott na, jó. Jaj, gyerekek! De jó, azért mondom, ne hátrálj már előle végig. Szépen visszatámadunk, megszerezzük. Igen, ez konkrétan a pressingnek a tak. Aj, az be kell lőni? Mendi. Ami szerintem mellé ment volna, nem olyan volt? Szerintem is mellé ment volna. De gyönyörű támadás volt. Bremen! Aj, gyerekek! Ott van a fejeden a labda. Nem tud, szegény WordPros, a lelkét is kidolgozza. A lelkét is beadja. Szögelke. Jaj, azt nem is mondtam, állított majd a meccs után. Emlékeztesi arra, hogy Michael Richards. Michael Richards. Igen. Michael, aki a Cityben volt régen. Igen. Meg aki Angliában, vagy Olaszországban is szerencsét. Próbált! Ott hol játszott? Fú, basszus. Nem játszott.
Ja, csak leigazolták? Csak ott volt. Milán, azok szeretnek angolul. Jaj, gyerekek. Májka, igen. Az Milánnál volt, azok szeretnek angol védőket venni. Nem, mindjárt megmondom. Vagy a Róma, ők is szeretnek, Smalling. Nem jut eszembe. Muszi, de nem, nem de... Jó, mindegy. Dodogok. Fiorentina-nál. Fiorentina, oké. Okay. Igen, a Norbert is írja közben. Köszönjük, Norbert. Fiorentina. És még nem játszott? Nem volt elég jó? Hát keveset játszott. Főleg csereként. Hát nem az a szint. Na mindegy, elmondom most gyorsan, úgyis na, most semmi nincs. Nem történik semmi. A, ugye a... Nem, az, nem tudom, hogy a Sky-om, hogy mely... Micsoda?! Utolsó embernek vette. Hát de... Ott... A fél pályán. Én nem változtatnék a taktikán, annyit változtatnék, hogy... Ő deep lying playmaker lesz. Defense-el. Ő megmarad box to box. És ennyi, ennyit csinál. Ott is van a piros. Nesze piros. Igen, de nem Ruben neves volt. De semmi nem. De ez nem volt piros. Biztos, hogy nem volt. Tehát ott volt, mellette volt a Bremer. Ezt, ha nem tudnánk, hogy mi történt, sent off in the first half. Ideértek nekünk. Köszönjük. Jó. Ezt nem tudjuk visszanézni? Nem. De hát a félpályán volt persze. Hát ott volt mindenki. Hát a, mindegy. Na most itt van fel van adva a lecke. 10 emberrel a Chelsea ellen idegenben, hát... Az a lecke. 60 percet kell játszani így. Jó! 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 Ez mi volt? Ez hogy futotta le? Egy méteren, három méterrel lefutotta. Remert futotta le, vagy Langley? Remert futotta le. És lőtt egy gólt 30-ról utána. Az a Langley? Langley volt. Hagyjuk nem, már ezt. Remert. Igen. Soha nem lőtt az ilyen év gólja. Soha nem lőtt ilyet a Havertz. Most igen. Most megtanult. Jó, hát meg akar veretni minket a gép, már nagyon régóta vagyunk veretlenek, én értem. Jó, inkább most veressen meg minket, mint az ellen, szociálról ellen amúgy. De... Jó, de azért nem kell... Okay. Jó. Az a baj, hogy ebben egy nagyon nagy verés lesz. Na jó, hallod? Hát tehát ez... Most mindenbe megy. Oké. Okay. De és mit csinálunk? Álljunk vissza 4-4-1-re, és kezdjünk el bekkelni. De akkor magunkra húzzuk őket, és hát de tök mindegy, de érted, most már itt pontot nem fogunk szerezni, ne kapjunk ki 6-0-ra. Jó. Tehát a pozitívat az... Jó, oké. Okay. A Musiala még nem. Jó. Megcsináljuk ezt a féloldalasat, mert ezt sose hagyod, hogy csináljam, de hidd el, jó. Rosszabb nem leszünk tőle. Jó. Ő támadhat egyedül. A Rafinhát szeretném meg... A jobb oldalt szeretném megtartani a bal oldalt. Legyen így, mert a Musialával egyszerűbben, mert a Musiala jó középen, a Rafinha nem jó. És én még annyit csinálnék, hogy ezt csinálnám, és behoznám Zsirut. Uh-huh. És játszunk target forward-ra. Jó. Supporttal, és itt benyomjuk azt, hogy hosszabb passzokkal játszunk, more direct-be. Tempózom is még végül is. És azt csináljuk, hogy... Pozitívban maradunk? Hát az, igen, igen, hát nekünk kell a gól igazából. Hát jó, de tehát én itt nem reménykedem pont szerzésben. Jó, nem baj, de én igen. Nekem annyi a tényleg? Igen. Találhatunk egy gólt. Hát jó, de kettő kell. Ja, már kettő van, igen. Hát igen, hát kettőt hogy a fenébe találunk? Nehogy az legyen, hogy kapunk 6-ot. Work ball into box, ezt írja nekünk Tamás. Én a hosszú labdákat akarom Zsirúnak, azt akarom csinálni. Nem, ez nem kell, ez kell. Jó, de azzal meg abból az lesz, hogy nagyon keveset lesz nálunk a labda. De így is keveset lesz nálunk a labda, tízesek, tízen vagyunk. Pont ez a lényeg. Visszapúzzuk, visszapúzzuk őket. Persze, húzzuk vissza. Azt... Szorosabban legyünk kicsit. Így. Jó, mindegy amúgy, ez a meccs már ment. Mehet így? Mehet. Tehát itt hány percen belül történt ez a tragédia, a kiállítás, meg a két gól? 30-dik az állították ki, 10 perc alatt kaptunk ki. De ez megint, nem mindegy, tipikusan ő elég pattan, ez a haverszer senki nem jön amúgy, ez kemény. Még mindig senki nincs ott, vagy mindig senki nincs oda. Igen. Aztán ott úgy döntött, hogy odalép. Ez Haversnak a izéje, nagy meccse ez a mai. Na jó. Ez jó. Ez nem jó.
Ez abban nem jutottunk lövésig. Havertz, Mumusu. És jön a kontra. Állíts ki! Nem, sárga. Állíts ki! Őrület. 0,92 az XG-nk. Hát addig jobbak, mindegy, megint jobbak voltunk. Hát itt végig jobbak voltunk. Itt volt a kiállítás, és azonnal kezdve itt a gól, és vége. Na jó. Én mindenkitől félek, az összes tapasztalt FM játékos ember, így van. Igen, egyet értek ezzel sajnos. Akkor még egy pirosot? Nem. Maradjunk így. Le akarom minden nevest. Jó, és kit hozunk be? Mert 6-20-ra játszik a múlt Renato is. Sánchez jöjjön akkor. Diallo. Diallot akarod? Ő a védő, védekező közepes. Jó. Defensive midfieldernek jó lesz, és ő pedig itt box to box. Box to box. Mert ez advanced playmaker, nem kell két playmaker nekünk. Viszont, ó, bocsánat, ami nem jó, valami mondja nekik. Damn delighted. We are down a man, but we can still get a result here. Jó. És ezt elhiszi valaki? Hát nem, Adeyemi nem hitt el. Meg azt akarom csinálni, hogy ez legyen winger. Ne, Adeyemi nem valami jó wingerbe. Nem, inkább vigye befele. Vagy azt csináljuk, hogy ide felhozom, Zsilu mellé. És két csatán. Fosznányt játszik. Fosznányt. Hát az lehet. Olaf Fosznány. Viszont akkor ő lehet adtak, hogy ne legyenek egy izében nagyon egy sávból. Na? És ki nincs szélünk. Jó, teljesen mindegy. Óvele szerintem. Viszont nem kell, mert nincs. Ki az, aki túltől gyerekek? Nincs kit overlepelni. Na, legyen vége a meccsnek, én azt várom. Hát itt semmi. Ne kapjunk. Az a baj, hogy nagyon magunkra húzni őket nem szól, mert az nem, ebben a FM-ben nem működik, ezt tapasztalatból tudom, meg ezt más is mondtam el. És akkor lenne, akkor még több gólt kapnánk, vagyis egy folytában kapunk előben még lenne játék. Majdnem átszenvedtük a mutat áram bele. Jó? Rüdiger. És Havertz ez is. Hát ez mi volt? Nézd, idejött. Kylo idejött. Megkérdezze, hogy mi történt. Ez szétszivat minket a gép. Fati rálövi, és Havertzen megpattan, mikor két már elvetődött a kapus. Ez két emberen pattan meg. Okay. Ez szétszivat minket. Én akkor az a vagyok, hogy nem lesz szűrőjét meccset, mert megnyomnám. Jó, hogy mondjam. Jó szájízzel érkezünk a idegenbe a Rászló szélel ellenére. De ráadásul úgy indult a meccs. Ez is bemegy, nem? Vezethettünk volna 2-0-ra vagy 3-0-ra a piros előtt. Igen. Havertz lef... Élet, tényleg élet a meccse. Ez lesz volt, nem? Valószínű. Mindegy, meg kihagyja. Nem volt lesz. Egy az nagy labda volt. Működött a taktika élőben. Láthattad, hogy a taktika működik. Igen. A taktika működött, és nagyon szépen kicsit. A beteg, igen. A műtét sikerült. A műtét sikerült. Igen. Egy ilyen helyzetben nehéz mit írni a Jetnek. Én folyamatosan poénokat írnék. Nianzu már hazament a pályáziről, a stadionból. Már mondjuk idegen vagyunk, meg kell várni a buszt. Lehet, hogy elkötötte a buszt, és úgy ment haza. Többiek nincs már busz. Londonból haza lehet, hogy el lehet menni az a másfűzével is. És tovább kapjuk a sárgákat. Hát most már érthető. Foggal körömmel védekezünk. Na? James? Mindjárt jön a második piros. Látni kell a tragédiában is a vicce, gyerekek. Még ez kb. A második vereségünk idején, vagy a harmadik? Összesen? Hát igen. Nem sokadik. Havertz 10-essel játszik. Hát az örömlőd 40 méterről egy gólt, úgyhogy igen. Egy zseni, nem, egy zseni. Cseréljünk. Havertz egy zseni. Jó, de kit? Kylo olyan mérges. Sánchez, jöjjön be valaki. Gabi. Játsszon egy kicsit. Jó. Kylo olyan mérges a piros lap miatt, hogy dobálja a játékát mögöttünk. Igen. Teljesen kikészült. Gabit hozzuk meccsformába a Sociedad ellenre. Mi lesz ebből még? Jó, gyere, okay. Chilwell, gyere!
Gyere, Chillwell, gyere. A Disco Clubban szól, már a zene. Gól! De mindegy, de mekkorákat azt lőnek 40-ről? Hát most már... 10-szer találták el a kaput. Na jó, azért ennyire nem kellett összezonni, nem összezontunk, mindegy. Az első meg a második gól, az, meg a harmadik, az meg aztán pláne hát szerencsés volt. Óriási. Figyelj, egyébként most fel fogjuk esíteni sok Chelsea drukkert ezzel, de csak channelezik a Lampard időszakot, amikor minden ja, megpattan, igen. Bepattan, jó helyen állok, hozzám pattan a kapufáról, rálövöm, két emberen pattan meg! De miért pont ellenünk? Tehát nekem ez ja, ez baj. Igen, Marcel írja, hogy beért, ezért öltöztünk feketébe mind a ketten, tudtuk, hogy ez lesz, hogy gyászol. Na, egy becsület gól, gyerünk. A 92. percben. Nagy játék. Gabi? Nagy játék, így fiúk. Van. Azaz, kár, vidd ki a sarokba, vidd ki. Mint Forrest Gump, rossz felé futsz, bátyja. Az nagyon szép. Nagy játék. Óriási játék. Óriási játék! Mendiek, muszáj mindent kivédeni? Most őszintén. Figyelj, a meccs végére jobb lesz az XG-nk, mint az ellenfélek. De tényleg? Hát, az hány XG volt, ami két helyen pattad meg hát az a gól vajon? 0,0. Szép. Gól! Ez bevéthette volna. Na jó. 1,81-33 nem lesz jobb az XG. Még, hát, még most összeszenvednek egy helyzetet, ahogy zsidnak, akkor igen. Jó, hát a Chelsea-től ki lehet kapni, de piros lapot ne kapjunk, mert úgy... Mert jó, de... Tehát onnan indul ki minden, tehát ez a veresége, ez egy győzelem volt igazából. Csak eljátszottuk ezzel a pirossal, Nianzútól megvonom a bérét. Alapból megvonják tőle, de van állítója. Ha egyből piros, akkor aztán egy hét. Ez egy jó hét, mert a... Hát ez, én ezt mondom amúgy. Igen. Ja. Nem erre az eredményre gondoltál? Ez nem az az eredmény, amit szerettem volna. Jó, voltak jó pillanatok és rossz pillanatok. Igen, igen. Csak több volt a rossz pillanat. Nem alteringünk az a trócsot. Nem. Nézzük. Miért? Ez volt a forduló pont a mérkőzésen, hogy leküldték Nianzót? Hogy érzed? Addig közel volt. Igen, igen. Az jó. Viszont nem kezeltük jól a kiállítást, az igaz. Elmegyek ebédelni, és arra jövök vissza, hogy piros nap és 3-0. Mi történt? Az történt, amit leírtál. Piros nap és 3-0. Na, 9 pontra van a Leeds, az ők a negyedikek. Igen. És a United az pedig 8-ra lehet, hogyha nyernek. Igen, hát. Ja, de nem, őknek 2 meccsük van, bocsánat. Igazából csak 5 pontra vannak, hogyha mindig ötödik. Tehát a Leedshez kell mérni. De nem, igazából. Mert a United megelőzi őket. Hát azért, de a Leeds lesz az ötödik. Ja, hogy úgy, igen. Igen. Igen, igen. Hát ez, és most 4 nap múlva készítsük fel a csapatot egy idegenvel, így rászorítkezésre. Megint a workflow, igen, tudjuk, hogy fáradt. És most már erről kell beszélnem, vagy ez még az előző, mert a Cityről. Nem kell pánikolni. Nem, hát ez semmiképpen. Egyetértek, hogy Kai Havertz volt a legjobb, de nem nyilatkozunk egy olyan. De kit érdekel a Kai Havertz? 22 méterről lőtte a gólt. Melyiket? Az elsőt. Nem beszélünk erről. A referiről sem beszélünk, hát, pedig elmondanám az első, hogy nem igen, volt igen. De ez nem is értem, hogy miért adott a pirosat félpályán. Négy ember volt körülöttük. Nem, lehet, hogy ránézett a Havertznek a futás számaira, meg akik körülötte voltak, és tudta, hogy hamarabb odaért. De figyelj, Mancini-ről se beszéljünk, jó? Kit érdekel? Nem kell a Fanagian. Kemény munka, mindig is a kemény munka volt. Azt írja Marsza, hogy amikor ő evett, akkor nyertünk, és ugye csak egy megborult, pedig evett és kikaptunk, és a gulyáslevest evett. Szóval innentől kezdve tilos gulyáslevest tenni a cseten. Igen, én az eredmények alapján szeretném, ha megítélnének. Így van, például 0-3. Úgyhogy 3-0. United ne nyerjen már. Így X-elt, nagyon helyes, köszönjük. Jó, mit akarok megnézni? Azt akarom megnézni, hogy ez a hanyadik vereségünk volt idén. Volt a Community Shield-ban 0-2, a United ellen egy 1-2, City ellen egy 4-1, és most... Leeds ellen. Nem, volt itt már sok. West Ham. Akkor még miért verett meg minket a játék? Ilyen sok vereségünk volt. Hát ez most nem tudom, ez nagyon durva volt. Jó, most pedig nagyon meg kéne vernünk őket, hogy a visszavágóra. Mit akarsz játszani a Sociedaddal? 4-2-3-1-et, nem? Hát szét kell vernünk őket. Szét. Jaj. Azt hiszem, amit szeretnél, csak hogy megúrultam, úgy csak vicceltem. Igen, Havertznek nincsen
sárga lapja, hiába lőtt három. Szóval ilyenkor, és akkor én kettő édesetek ezek párhuzamosan. Még egy palacsintát verjébe mellé, az akkor jó lesz. Ja igen, mondom, mi az unregistered, de azt találtam, hogy ezért van Európa Liga. Európa Liga. Ott nem lesz olyan egyszerű nekünk. Tehát 4-2-3-5 akarsz. Uh-huh. Hát nem. Taktics. De jó az. Abban Muszilának jobb helye van úgyis. Látod, hogy tehát nyertünk egy csomószor, de Muszila nem annyira alkotott, ugye nem se gól, se gólpassz. Jó, hát most ezt a szerencsétlen... De Liverpool is a izé kapusunk, Európa Liga kapusunk, nem? Hát, ha 11-es párbaj lesz, már az első meccsen. Jó, én nem pihentetek védőket sajnos, ez van. Tényleg? Nem de a Trippier most kezdhet. Jó, helyett. És a Bilág itt tett be a bal oldalra. Bilág. Annyira azért nem rossz, hogy... Ne sorra játszon. Jó, hát középpálya az ugye nem a szokásos. Az a szokásos? Igen. Jó. A Ward Prowse is benne van a szokásosban, igen. Vagy ő azért nincs? Csak nem találom jelenleg, de itt van. És akkor legyen most a... Ugye őnek az a baj, hogy még mindig fáradt. Játszol a Renato Sánchez. Komolyan? Hát... Miért? Kap még egy hetet, már nem kapott egy hetet, mert izén volt. Igen, válogatott nálam. A Nihanzó az ki is pihente magát, mert ő nem volt válogatott meg sem. Az látszott a piros lapján, van, igen. Az gyönyörű, pihent megoldás volt. Számmák szemem balra gondolom, de felhagyjuk a Ward Prowse-t. Mindjárt mennyiak sem. Kivesszük. Mehet az azért Sánchez. Sánchez, és most játszon a... Ugye Musiala, és játszon az Adeyemi jobb oldalt és a Gabi elől. Mit szólsz? Jó, nézzük meg. Most nézzük meg ezt. Aztán megcseréljük. Gabi még nem lesz a legjobb, mert még nincs meccs fitness annyira, csak mondom. Tehát ne várj tőle a csodát. A padra is meg kell gondolnunk, hogy kiket teszünk oda. Megnézzük, mit akar oda tenni a emberünk, és akkor... Ugye még Woodment lehet ezen kívül, meg a Guerreirót, akik be vannak regisztrálva. Uh-huh. Van egy van egy Johnny, aki sárga kapokban nem játszik, meg van egy sérült Leitmanunk. Meg van egy Ward Prowse-unk, akit pihentetünk. Hát a Guerreirót be kéne tenni, mert nincs szélső védőnk. Akkor a Willock helyett. Igen. Willock milyen közel volt az ezért, ahhoz, hogy végre csapatba lekerül. Nem is tudja a Willock, hogy milyen közel volt hozzá. Szerencsétlen. Nagyon jó. Ez nem igaz. Három nap, nem érdekel, játszani fog. Három nap múlva van a meccs. Muszél játszani fog. Ha tolószékkel kell betolnom a pályára, akkor is játszani fog. De hát ezt hogy mondhatsz ilyet? Elengedhetetlen, örüljön neki, hogy ennyi elengedhetetlen a csapatnak. Az igaz. Jó, a Liverpool ez ne egy, nyerjen. Ez egy bók. Nyert. Jó, hát az első szerintem már ne. Az első kettőről szerintem az már. Hátrafele kell nézni. A Leeds van 9 pontra még mindig. A United meg így most csak 7 pontra lehet, hogyha. Uh-huh. Joel Linton Adeyemiről beszél, hogy milyen jó. Na, milyen rendes. Látod? Hasonló ők van reputációja állítólag a Sociedadnak, mi nekünk. Második, nem? I liked. Good chance van. Jó esélyünk van, de azért nem... Előny az, hogy először idegenbe játszatok? Igen. Igen? Tényleg az? Az, hát az. Hát nem? Ha nyerünk. Amúgy is az. Aztán a vesztes meccs után otthon kell támadni. Hogy fognak a játékosok reagálni arra a kiábrándító vereségre a Chelsea-nek? Tudjuk, hogy nem voltunk elég jók, igen. Igen, Adeyemi tudja handle-olni. Mindent ezt. Tud kezelni. We need him, muszul egy nagyon kell. Guerreiro olyan, akiket a játékosok nagyon szeretnek, ezt a kérdést már hallottuk 1577-szer. Tényleg? Everton is megsérült. Nem létezik. Eljött a... És két napra rájátszunk az élen. Na de itt azt nem értem most, hogy az előző 20 napban 3 meccset játszottunk. Mert válogatott szünet volt. Na jó, de hát érted most, miért most sérülgetnek ezek a szerencsétlenek? Na? Murphy szeretne beszélni veled? Nem beszélünk? Nem beszélünk Murphy-vel? Nem, nem. Meccs előtt főleg nem? Ott nem. Na. Jó. Nihanzót szeretné berakni, csak kíváncsi voltam, hogy a Sacramento mit akar csinálni. Jó az? Ő Nihanzót akarja oda. Nem. Nem. Renato Sánchez. De Sánchez meg izé, halálon van. De hogy? Mitől? Nem sérült volt egy picit, valami ilyesmi? Jó, hát akkor mondta Nihanzó. Hát ezt nem értem egyszerűen komolyan. Vagy a Willockot tudod behozni még. És a Ward Prowse meg pihen. Hát ő pihenőn van, de ő
Ő jó állapotban amúgy, tehát szerintem játszon. De akkor ezért nem fog tudni játszani. Padra tegyük fel legalább. Szerintem játszom. És hogy nyilvánzott majd behozzuk de el. De akkor a Brentford ellen nem játszik? Nem. De értek el minket a Brentford? Ha megnyerjük az Európa Ligát, akkor BL-be vagyunk, csak mondom. Jó, de akkor is hát hogy? Majd a Brentford ellen játszik Sanchez, addigra kibírni magát. Ki is veszem innen, mert félig van, azt nem fogjuk játszatni úgyse. Ezért tudjuk behozni Vidokot van megint. Vidok, tessék, jaj, hagyjuk már Vidokot. Hát jó, van, nincs több játékosunk, jó. Sérültek meg. Lehet mondani, ami van, az is sérült. Mindenki sérült. Hol van Bokor? Parkinson is. Most játszott, úgyhogy. Mavididi is sérült. Hát én teljesen ki vagyok. Viszont nézd meg, hogy a mostani kezdőben 4 darab 4 csillagos játékosunk van. Igen. Meg 2-3 és fél. Hát ez majdnem, hogy ez a legjobb kezdőnk. Na de várjál, most nem akartuk a Gábit játszani akart. Igen. Játszatni akartuk. Játszhatjuk még. Hát játszassuk is. Hol van? Be se tette a padra se? Ja, mert izét játszott, mert izén van, mert... de azért az jó, mert izén van, pirosban volt neki a sárkaszá. Jó, de nem tud játszani itt. Nem baj, nem kell, hogy játszon. Ne is játszon. Ne veszítsünk el mindenkit egész évre, nem kell őket izélni. Ez csak a Real Sociedad. Jó, de nyernünk kéne. Ja. Ah. Jó, nézzük meg. Oké. Okay. Az Iszakot ismerem, meg az Oyarzabalt. Merino. Válogatott. Te ismered, én nem. Dávid, hogy nézzem van ki, hogy a csomó a liga csapatban, hogy hát nem ismered a Józsit, a izéből, a Cadiz B-ből, hát nem ismered? Most is volt a VB alatt ilyen, hogy bejött valaki ilyen cserejátékosan, nem tudom melyik afrikai csapatban. Én azt mondanám, hogy jobb üzét várok, mint a múltkor. Igen, ez igaz. De. Ez igaz. De nem hat. Rossz, de nem hat. Hát 5 emberre hatott. De hát a Make Me Proud az... Hát ez... Erre mindig érzékenyek. Tessék, közben itt mennek a tippek a csatornán, hogy hány sárga lesz. Fókuszolni. Igen, azt akarom, hogy fókuszáljunk. Johnny mennyire hiányzik, nem tudjuk. Nem beszélünk erről. Milyen a hangulat. Nagyon jó, mi jók vagyunk. Great place. Na, great. Fantasztikusabb részünk. És akkor Renkovics. Na. Zubeldi, ezek jó játékosok. Egyébként. Nálunk is jó játékosok vannak egyébként. Hát a Le Normand, azt le kell futnia mindenkinek. Jó. Le Normand. Le kell futnia? Le. Remiro. Le Normand le kell futnia mindenkinek. Gyerekek, nincs nálunk a labda. Majd most. Különösen passzos csapat. Neves. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Hát ezt nem hiszem el. Az első esemény a meccsen. Mi? Itt van. Megtalálta. Megtalálta a Rémi, megtalálta. Megtalálta! Musiala, lőd be! Nyernünk kell több góllal itt. Hogy nyugodt legyen a visszavágó. Te a WordPros nincs a pályán, ugye a Guerreiro? De, csak megint az jó. Iráti besárgázta a Rafinhát is. 2 sárgánk van a 7. percben. Stay on feet. Set pieces. Már megint nem a... Elítom. Mindig elfelejtem elmenteni a taktikát azért amúgy. Hát igen. Mert a kint kell elmenteni, miért bejövünk a meccsre. Amikor nem menti el, csak most tajtja át. Fú, gyerekek. Kylo nem bírja. Kylo, hát nem is sorálom, én sem bírom. Na, adott nekünk egy szabadrúgás, de az ellenfél véletlenül sem kap sárga lapot, tehát olyan nincsen. Mindegy, jobbak vagyunk, az a lényeg. Megint esik az eső. De gyerekek, hát ezeket be kell fejelni, be kell rugni. Ez megint sárga lesz. Nem. Megint sárga lesz, hát ez nem igaz. Akkor sok mindent ír ki, annak sárga szokott a vége lenni. Adem Ilesen van, jó. Megvan. Vedd el, gyönyörű számegszeme, jól játszik. Idén maximálisan sokkal jobb, mint tavaly volt. A szép? Hoz a labdát. Jó, hát az mondjuk. Okay. Úgy vetted a labdát, mint izé, felé, aztán 4 méterrel az izé mögé passzolt.
Muszi, Guerreiro. Muszi! Csodás játék volt. Ez gyönyörű volt. Na itt a gólunk, most tovább húzadja be. Ez volt a hiányzó láncem. Lönoma. Azt hittem, hogy rá ne csúszik. Rafinha rácsúszik. Jó, de ugyanígy kezdődött az előző meccs. Jó, nem kell az ördögöt a falra festeni. Én nem bírom ezt. Ki kapta? Ja. Ők, Oyar Zabal. Állítsák ki. Miért nem piros? Miért ugrasz mellé? Guerreiro. Nem a miénk, de... De picit. De ne hagyd már, beadja. Na jó. Livakovic. Ez Navas. Navas. De miért nem a Livakovic? Nem tudom, de ez Navas. Miért nem a Livakovic? Az... Ja, igen, de nagyon gyorsan mondtad, hogy a Livakovic. Ez mi volt már megint, könyörgöm? Hát ez ne. Kapura lőtte. És sarokkal. Kapura lőtte. Láttad, és sarokkal tette be? Persze, hát iszak, ez nagy, nagy spiller. Na jó, de mondom, megint ez volt. Vezetünk, vagyis hát vezethetnénk. Ott vannak a helyzetek, és utána egyszer csak jön valami csapás. Szeglet. És ott volt a Musiala zicsere, az Adeyemi zicsere. Guerreiro is kapott egy sárgát. És már be van nyomva a Stay on Fit. Ennél többet nem tudok benyomni nekik. Na ennyit arról, hogy az Európa Ligából fogjuk a BL-et elérni. Jaj, még csak 1-0 van. Uh-huh. Mit csinálnak? Mit csinálnak amúgy? Mi történik? Nem értem az egészet. Ha azt elengedte volna, akkor is jobb lett volna, mint hogy így, hogy beleér és lazasítja a labdát. De mindez azok után, hogy a Cityt kiütöttük az FA kupából. Ott volt, ott. Megizélte őket, elmámorította őket a győzelem. Hát de hát ilyet? Na, show me something else in the second half. Igen. Igen. És belenyúljunk? Ne, még ne. Vagy csak attackingre átálljunk. De hát 6-3-ra játszanak ember, ez nagyon durva. Guerreiro 6-3-ra játszik, 6-5 Rafinha, 6-4 Adeyemi. Még egy 10 percet adjunk nekik a második fél idejére. De attackingre nem állítjuk? Nem. Még nem. Hát itt most már több gólos győzelem, az nagyon nehezen lesz meg, hogy nyugodt legyen a visszavágó. Még meg lehet az is. De én most már X-nek is örülnék. Musiala megint teljesen, szerintem... Ah, mindegy. Mi van vele? Hát szerintem lehet, hogy kapott egy rúgást, amikor azt ugye nem mutatják, és olyankor lemegy a... Nem biztos, hogy belesérül. Hát gyerekek, az egész csapat megy a kukába. Amúgy most megint a... Tessék. Les volt. Most megint az van, hogy szerintem a 4-1-2-2 jobban áll a csapatnak valamiért, mint a... Volt egy időszak, hogy 4-2-3 meggyel domináltunk mindenkit. Átállhatunk. Álljunk át, nem pressingelni akarom őket egy kicsit, mert ez nem lesz elég, hogy mondjam, jó, oké. Okay. Nem elég rá, hogy a csapat. De ne, az iszak, ne álljon már 5 ember között, és mindenki 5 méterre áll tőle. Jó, egy játékosra kell figyelnetek amúgy, konkrétan. Az és minden a, mindenkit leszerel, minden az övék, gyerekek. Hát jobbak, hát mint egy másodosztályú csapat, olyan vagyunk. Jó. Azt hittem rálövi, vagy valami. Az a basszolja egyből. Hát kikészülök. Okay. Aha. Jó. Okay. Na, Adeyemi. Na! Ruben Neves a gólpasszos. Ez mekkora passz volt. Most már nyújjak, vagy ne nyújjak? Most döntsd el, mert amúgy megint ők támadt most. Most meg mi lőttünk volt. Nyújjunk bele. Tehát ne az eredmény nézzük pusztán önmagában. Hanem, hogy egyszerűen rosszul játszunk. Most az, hogy volt egy ilyen... Jó, de most az Adeyemi nem cserélne így, hogy most gólt lőtt. Az ne, az ne cseréljük. Ne, hanem csak nyújjunk bele. Csináljunk egy 4-1-2-2-1-et. Maradjon a Musiala, és a Neves menjen hátra. Hozzunk már Nianzót helyette. És a Neves helyett jöjjön a Nianzó. Én a Musiala, már az a baj, Musiala halálom van. Hát, és akkor... Mindegy játszon. No, mindegy. Mindegy. Már meccse lehet a halálom. Lehoztunk egy sárgásot. Még egy sárgásot lehoznék. És a Rafinha helyett... Igen, Gerejbolt hoznám le. Igen? Virági. Hát álljon be a Virági. Álljon be a Virági. Mert a Rafinha...
Most erre nem mondok semmit, de egy jobb szélső nehezebben kap sárgát talán, mint egy bal hátvéd. Hát elég hamar megoldott ezen a meccsen. Hát jó, igen. A hetedik percben már összejött. Jó. És? Lesz ebből valami, srác? Most haza... Ez a tavalyi Szent Maximán visszatért most egy akcióra, úgy látom. Ennél azt is jelenti, hogy bepasszolja középre, hát ez valaki. Semmi. Hát ezt a gurítást... Ahogy a Blue Lockban csinálják, mi? Olivier nyerné meg nektek, ezt írják. Még jöhet Olivier. Még nincs vége. Vopros 1-1-nél, sarokkal. Nem! Hát ez mi volt? Üres kapura! Figyelj, szivat minket a gép. Én most ez, ez most... Ez mi volt? Hallod? Na jó. Oké. Megvédem a Dejemit, figyelj. Megvéded? Nem számított arra, hogy hozzákapta a labda. Hát igen. Meg amúgy is ilyenkor úgy szokott, meg nap, a szemébe sütött a nap. Igen. Csomó baj. Na! Megint a hatodik zicser. Így van. Hát ezt nem hiszem el. Nem tud gólt lőni a hosszúba egyszerűen valamiért. Mindig a rövid... De mindegy. Az jó. Mit fogott meg? Ez nem igaz. Tehát ezt nem hiszem el. És az a baj, hogy el is tudom dobni az egeret, hogy akarom, mert nincs kábel se, szóval. Mert így a fölbocsi, hogy ilyenkor szoktak repkedni az egerek, még a BNC-tek. A BNC-tet ezt nem dobnám el, mert az drága volt. Megmondom őszintén. Inkább. De figyelj, mi történik? Hát miket hagyunk ki? Miket fog meg az ellenfél kapusa? De amúgy határozottan jobbak lettünk a 4-2-2-t. Igen, abszolút. A játékunk jó. Azért mondom, hogy nem az eredmény kell, hogy befolyásoljunk. Jó van, na, elvileg pressingen vagyunk, gyerekek, csak mondom. Ne passzolgassanak a hárma hátul. Kösz. Vagy legalább tegyünk úgy, mintha pressingelni akarnánk őket. Megvan, nézd meg. Igen, most megvan. Hátul építkezünk. Igen. És Iszaktól elvették a két. Hát ez nem igaz. Ha mi van ma, hogy minden kapusról lesolog a labda, meg átmegy rajta? De nem igaz, hogy nem vezetünk ezen a meccsen. Na, most jöjj a Giroud. Én azt mondom. 20 percet? Igen, Adeyemi előtt. Várjuk meg ezt. De úgyis utána cserélünk. Vagy kihozhatjuk jobbra Adeyemit és Rafinha helyett. És akkor jó, az jó. Na, Giroud. Most mutasd meg. Rajtad a világszeme, bátyja. Rajtad a világszeme, Olivier. Segíts ki minket ismét. Church of Giroud, mindenki imádkozzon Giroudhoz. Ha Zsirú gólt lő, meg eszek egy bagettet azért. Nem egy bagettet, egy croissant, bocsánat. Tiszteletére. Na, csak lesz belőle valami. Ezért mindig a cser előtt van. Igen. Hát onnan nem fog rájönni gólt félni. Hátrafele mozogva, 14 méterről. Az csak Rutka tudta a Szűcs Lajosnak, mint kiderült. Spoiler. Igen? Felvettünk egy PFZ-t, ahol a... Ahol elmondta? Igen. Az élményeit? Majd a jövő héten lesz leadva, igen. És utána, azt mondta, hogy utána azzal szívta a védét évekig, hogy én még az egyetlen 16 méterről volt fejlett neked. Na jó, gyerekek, jobbak vagyunk most már annyira egyértelműen, hogy nem is kell beszélni róla, csak be kéne lőni. De! Kezed már a labdát, ember! Azt hittem, hogy passzolni akar, azért tehát olyan hosszan, de nem csak hosszan. Letehette volna a Zsirúnak. Amúgy, mint hogy egy kapuznánk most konkrétan, tehát a... Hát az történik. Jó, ez homály. Jó. Nézzek, 0,48-ra meglőtték az egyet, mi a 2,16-ra. Most megint. Most az ellenfél kapuzsága. Az FM istenek nem fogadtak minket kegyeiben most megint. Hát most ez Muszilla egy folytában ez meg. Az kész vannak, Bremer is elég határon van. Buszél az nagyon durván kész van. Itt 5 csere van, vagy 3? Ez eleuholiga. Nézzük meg. Még soha nem próbáltunk többet cserélni. Oké. Okay. Ennyi. Nem tudjuk lehozni. Én megpróbáltak levinni, Muszi. Egyszerűen végtelen igazságtalan, ami történik velünk az utolsó 2 meccsen. Ott ki volt, Muszilla? Szegény már nem lát. Annyira elfárt, hogy megvakult. Így jó, ez nem bevett! Már majdnem káromkodtam! Mondom, persze! Nagyon jó. Nem tudjuk megnyerni ezt a meccset. Ha ezt belőtte volna, letöröltem volna a játékot. Ott hazahalt! 95. perc van, igazad van!
Úristen, jó. Jó, jobb, hát mint ez egy vicc. Jobb, mint akik kaptunk volna. Na jó, de mennyivel jobbak voltunk? Jobb, mint akik kaptunk volna. Jobb, mint akik kaptunk volna. You were unlucky tonight. Azok voltak amúgy. 2,5-ös izgénk volt. Na jó. Na nézzük a többi meccsen. Mi volt? Az Feyenoord és X-telt a Southamptonnal idegenben. A Brügge elhozott egy pontot, vagyis szintén X-telt. Az Olympic pedig előnyel indul. Na jó. Ja, én nem viccelek, én is volt már olyan, letöröltem játékot, amikor... De mi, hogy már 10 éve játszottál, és úgy... Nem ezt a játékot, bármilyen játékot. Bármilyen? Mert ebben azért az a durva, hogyha valaki ezt letörli. Ja, de a mentés megmaradt, tehát folytatod onnan igazából. Ja, hát akkor... Nem úgy, nem a mentés törlő, hát az egész, hát a mentés letörlő, tehát... Nem. Még annól én Counter-Strike-oztam nagyon sokat, és amikor kikaptunk nagyon valakitől, akkor letöröltem mindig a Counter-Strike-ot, aztán visszaraptam. Na mindegy. Na jó. Meg a felhőbe is ment, igen. Na. Hát ez szörnyű volt, nem? Így karácsony előtt. Miért? Miért? A City-t elvertük. A City-t elvertük, tovább jutottunk az FA kupában. X-eltünk a Leicesterrel? A Leicesterrel X-eltünk, annak nagyon örültünk még. Na de a Chelsea-től kikaptunk. A Chelsea-től kikaptunk. Brutálisan. De ott magunkat verettük meg a piros lapot. Úgyhogy volt egy piros lapot. De figyelj, egy-egy idegenben a Sociedad az jó, megmaradt az esély továbbjutása simán. Jó, de az egy dolog, hogy megmaradt. De azért kellett volna nyernünk, hogy pihentetni tudjunk hát a Chelsea elleni FA kupa. Ez nem az év, amikor pihentetsz a VB után, hogy ez az, hát ez. Na jó. És ez a Real Sociedad, ez tényleg csak feltette a koronát erre a Marcel még kérdezi, hogy volt-e, aki már sírt az FM miatt, 1000% hogy volt, ez biztos, hogy volt. Hát olyan biztos hogy volt. Minden játék miatt sírt már valaki, Fortnite miatt. Hát ráadásul annyira bele tudja élni magát az ember ebbe, hogy igen. Úgy tekint rá, mint hogy a saját életének a része lenne, nem a virtuális tényleg. Ezért jó játék. Igen. Na szóval ezzel az egy-eggyel zártuk. Igen. De ebben az évben még jövünk. Még egyszer, igen. 20... Mert a két ünnep között 29-én lesz még fotelmenedzserek. Úgyhogy várunk titeket akkor is. Még Marcel azt is megkérdezte, hogy olyan is lesz, hogy mi fogunk esélni, nem lesz olyan. Hát igyekszünk. Igyekszünk nem. Hogyha rátaposok Viktor lábára esetleg, akkor fog sírni. Na. Köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönjük az önök is, akik utólag néznek minket. Kellemes karácsony ünnepeket mindenkinek. Egyetek sok bejlít, meg mit tudom én, amit szeretek. Igen, de ne annyit, hogy elaludjatok tőle, és 29-én ne legyetek 29-én itt. Megjövünk. Sziasztok. Sziasztok.